a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Gyerekek, hát ez... Kariai. Kariai megjött, igen. Aha. Nekem csecse. Jó lesz ez. Vissza kell szoknotok, ugye Afrikában használtuk, ezt csak a hallgatók is értsék. Igen. Amikor kim voltunk, akkor használtuk ezt a fejhallgatót, és karácsonyra ezt hozta nekünk a Jézuska. Mire ugye összeszedte Afrikában, és ideig elhozta, addigra egy idő eltelt, de itt van. Gyalog jött. És ide átúzta azt a sok tengert, meg ilyeneket. Igen, új fülesek, illetve hát régi újak. Ugye nyilván ilyeneket használtunk Afrikában, és arról beszélünk, amit Feri is mondta, hogy jó vagy, nem. Nekem ez nagyon jó. Jó, én szeretem a hangját. Jani, jó, nem? Szokni kell. Jó. Nekem picit féloldalas még, de sem baj. Az más, az nem a füles, az a lehallgató rendszer. Ja, nem, az már... Azt nézd meg, hogy... Hogy? Nem, azt nézd meg, hogy jól vetted-e föl, mert van left-right. Belül van. De mind a kettőnknek féloldalas, tehát a Janinak is, meg nekünk. Csak nekem... a right, én is rosszul vettem föl, és olyan, mintha rosszul is szólt volna, mert elállt az egyik fülem. És a right-ot vettem a left-re. Aha. De jól vetted föl? Én ugyanúgy vettem föl, mint nézd, így állok, hogy látod? És, ja, akkor én vagyok fordítva. Várjál, kipróbálok. Ja, hogy valós, most a másik oldala. Halkan. Bal oldalon van a kábel? Akkor te most vagy, most vetted jól. De tök mindegy, mert akkor most a de másik oldala ez a világ már nem halkan. Az a világ, hogyha az egyikben gyengébben szól. Na, de minden rendben van. Persze. Na. Jó ez így. Új, az a lényeg. Új szagú, és mindenkinek van a saját, tehát amikor vége az adásnak, ne felejtsd el összecsomagolni. Na, mondjuk itt jönnek a problémák. Gondolkodtunk rajta, hogy köszönjük szépen Szanta Gyulának. Igen, itt jönnek a nehezebb részek, de drága Gyugyónak köszönjük szépen, ilyen hozott nekünk dolgokat. Na, gyerekek, hétvége, srácok, hát meséljünk egymásnak, ja. Élménybeszámoló, kivel mi volt, annyit gondoltam rátok, jól vagytok? Jaj, mi van veletek, itt vagytok, nekem is eszembe jutottatok reggel. Eszembe jutottatok, mi lehet veletek, mit csináltok, hol vagytok, jaj, de jó, hogy itt vagytok újra. Hogy sikerült a lepény árulás? Isten, ilyen nagyon jó, képzeljétek el, hogy egy csomó úgy is jöttek, ugye elmondtam pénteken, hogy a marfanosoknak ez egy szívbetegség, örökletes szívbetegség, nekik árulunk, 3 óra alatt 500 000 forint jött össze. Gyönyörű. Úgyhogy, hát ugye meg kell csütni a lepény, de most a buza sütötte, tehát kicsit hagyáltunk a dologgal, de szerencsére a többiek is beszéltek. Kerecskei hölgy, meg búza ritus úr. Is. Így van. És nagyon sokan jöttek úgy, hogy ők sietnek, nem érnek rá megvárni, csak itt az ára, amit egy 800 forint vagy 1000 forint, tehát beadták a pénzt, és ha mentek is. Mert tovább. Ahogy ti csináljátok, srácok, ebből estig nem lesz lepény. Sose lesz vége. Én húztam a legjobb részét, mert én voltam az, aki egy nagyobb butéliával állt kint az épület előtt, és mondta, hogy aki most jótékony lepényt eszik, az ihat egy pálinkát. Ingyér, volt rá érdeklődés. Megint egy apropó, mi? Ne, én nem ittam. Az mindig van. De nem, én nem ittam, esküszöm, én csak kínáltam, és azért a magyar néplélek, tehát, hogy majd meg fogom venni, csak hadd igyak egyet. Mondtam, hogy jó, látom rajtad, hogy te az a típus vagy, aki majd meg fogja venni, nem baj, itt van, így áll karácsonyra, boldog karácsony. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak, köszönjük szépen, 5 kiló. Király! Az jó. Hát 3 óra alatt az nagyon jó, és akkor aztán én szombaton még dolgoztam, azokkal a fiúkkal és lányokkal többek között, akik most kint állnak az utakon. Úgyhogy hajrá, srácok! Igen, hát ezt ma kevesen fogják így érezni, már akik a másik az oldalon biztos. Vannak, de hát nyilván a saját érdekeikért állnak ki, meg hát persze nyilván ezzel nincs is baj. És hajrá a másik oldalnak is, aki most szeretne bejutni a városba, most felejtsétek el szerintem. Igen, majd mondunk. Már a hírekben is hallottam, hogy mondunk csomópontokat, meg helyeket. Gyerekek, ez ma kemény lesz. Ez ma kemény lesz. Hát tessék, nem nagyon dudálni rájuk, meg nem nagyon utálni őket, mert hogy nyilván saját magukért, meg a jogaikért, meg a pénzükért, meg az egzisztenciájukért próbálnak kiállni ők is, de kemény időpontot választottak. Tehát belenyúltak a tutival. Ráadásul nem szórakoznak, mert a nagyvárosokban, Budapesten, hát itt konkrétan forgalombénulás lesz, úgyhogy 10 óra 2-kor indulok el haza, és ki sem mozdulok ma. Nem vagyok hát, hajlandó. Ha hazaérsz, tudod? Hát ha még hazérek, még föl kell menni a kocsimat, mert hétvégén elhagytam, úgyhogy... Na, gratulálok. De hogy lehet elhagyni egy ekkora? Spontán buliba csöppentem szombat hajnalig, és azért így szombat estig, hajnal nem, csak én 2-ig, és akkor ott maradtam. Menjünk tovább, gyalog. Hala kocsim, Jondari, ezt ott nem csipog, menjünk. Milyen kerület ez? Igen, úgyhogy el kell értem menni, de az már kifele van, úgyhogy... Újlipótváros. Miért keresztül Újlipótváros? Mit csinálunk? Hol van? Tudom, persze. No. Ne egészen kultúráltan viselkedtünk, úgyhogy már nem tudunk. Hát önmagunkhoz képest. Igen, önmagunkhoz képest már nem tudunk annyira lerészegedni.
Voltam Ákos koncerten, gyerekek, de hát látom, hogy ez nem sikerült is a női kézilabda válogatottnak azonnal igen, egyébként. Igen. Na, tehát, hogy ez most már azért alá kell írnotok, hogy ez most már nem csak hálás nemzet borul a nagyságod igen előtt. Köszönjük szépen, hogy nem sikerült belenézned. Ezáltal gyakorlatilag egy góllal sikerült behozni a románok előtt, elleni meccset. Végelőtt 10 perccel én még azt gondoltam, hogy nézi. Ha nézi én, a Balázs. Hát, én még néhány perccel előtt egy, tehát hogy érted, tehát hogy ott azért, amikor az utolsó néhány percet már így imádkozott teszi az ember, hogy ember előnyben vannak a románok, érted, gyakorlatilag egy góllal vezetünk, és így jaj, csak ne, hogy oda kapcsoljon. Sőt, kapcsolt ki, ha nézed. Igen, de ez most már több mint matematikai véletlenszerűség, igen, mert hogy itt most már az elmúlt 4 meccsen történt az, hogy ha néztem, akkor végük volt, ha nem néztem szegényeket, akkor végre tudtak nyerni. Nagyon kérlek, ma se nézd. Nem. Rosszul nem vagyok a kézilabdának, úgyhogy nem nézem, viszont Ákos koncerten voltam, találkoztam az Abaházival, gyerekek, ott volt Tikker is, úgyhogy csomó mindenki. A barátok között mi? Hát azért az erős túlzás, a Csabinak még örültem is. Nem, Titus nem látott egyébként, egy kis kislánya volt, már nem olyan értelemben, hanem egy... Gyors a galér föl, sapka szembe, ott van Titus. Igen. És milyen volt a koncert? Figyelj, önmagában azt hiszem, hogy nagyon jó, de közben meg a... Szóval az Ákosnak vannak a fanatikus rajongói, ők most engem majd úgyis megölnek SMS-ben, de nem baj, én vállalom, mert én nem vagyok annyira Ákos rajongó. A Pali egyszerűen perfekt. Aha. Tehát, hogy olyan lézertechnika, olyan hangtechnika, amiről nem tudod eldönteni, hogy ebből mi az élő, mi a felvett, mi a CD, élő a gitár, sokszor élő-e, a dob, nagyon sok minden van ott azért szerintem trükközés, mert aha, nem szól így. Pont a Csabi valaki, azért egy zenész ember, dumáltunk a büfében, hogy azért ez érdekesen szól, de hihetetlen hangminőség, hihetetlen tehát fénytechnika, elképesztő, tényleg. Tehát, hogy ott a Sziget zárobulián nincs ilyen lézertechnika, komolyan mondom. De hogy közben az Ákosban van valami, amit én azért nem kedvelek, illetve kevésbé kedvelek, mert azt érzem rajta, hogy minden egyes mozdulata, manírja, mondata halálosan kitalált, és nem látom sokszor mögötte az embert. Érted, hogy mit akarok aha mondani? Hogy följön valaki a színpadra, és látod, hogy beszól kettőt, rög hármat, nyomja, pörög, táncol, és az egész valahogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon spontán. Aha. És az Ákos úgy csinál, mintha spontán lenne, de közben végig azt látom, hogy minden egyes mozdulatában, manír, gesztus, kiszólás, mondat, grimaszban nagyon komoly tudatosság van. Ami nem baj, csak én szeretem azokat az előadókat, akik ezt úgy adják elő, hogy közben pedig érzem rajta, hogy ő is ember. Aha. És most felszabadult, most táncol, most nem érdekli, hogy mi van, most fejem pörög, most rohan. Érted? Tehát amikor azt az előadót látod... De ez úgy ámblokk az egész Ákos jellemségre jellemző. Minden az utolsó pillanatig. Koncerten volt így, igen, hanem gyakorlatilag ez, ami ott is Ákos. Igen, én ezt láttam már tőle a Szigeten, és ezt ott is megállapítottam. Zseniális volt látni őket a Hauberral, nekem bonanzás dalok azok. Nagyon nagy örömet jelentettek, én azért nagyon szerettem a bonanzát, rengeteg számot nem ismertem, voltak lassú részek, baromi jól szólt, tehát döbbenetes volt. Meg ugye azért a két nap alatt 25 ezer ember azért legitimizál egy előadót, ennyi szólva is. Meg zsenét, tehát ahogy szól, amilyen hangtechnikát oda felhoztak, édes volt a Hauber, annyira izgult, hogy volt egy olyan... Találtam szintén. Igen, nem volt egy olyan rész, amikor az Ákos kihívta magához. Ezeket nyilván az Ákos és a Bonanza rajongók nagyon értik, hogy miért azt a dalt adták elő ott ketten. Én kevésbé, mert nem követem azért annyira, tehát nem tudom ezeket a kis utalásokat. És az Ákos mutatta neki a tempót. Te azt láttad szombaton? Mutatta Habernak a tempót, hogy zongorázzon, mert annyira izgult, meg integetett, én pont rájuk láttam, hogy még ne kezdje el, mert még tapsolnak. Tehát várja meg, amíg örülnek, tudod. És a Haber már kezdte volna, mert baromira izgult. Legyünk túl rajta. Igen, legyünk túl rajta, hagyj menjek oda hátra, mert ő hátul állt egyébként. Szóval nagyon helyesek voltak, meg mondott egy. Azt olvasom, hogy a szombati koncerten az egyik számba Ákos is belesült, legalábbis elfelejtett a szöveget, és újra kezdte. Na ott mi volt? Ott volt a büfében a Csabival. Na, ott mi volt? Mert hogy... Én tartom ennyire tudatosnak az Ákost, hogy ezzel azt megcsináljam, hogy ne tudják azt mondani, hogy ez vagy az playback, és egy halálos lassú szám volt, egy régi bonanza szám volt, Ákos szám volt, gitározott. És megállt a gitár, megállt az ének, aztán elkezdte, és elkezdte újra. De hogy van az, amikor a színész is direkt megbotlik, tudod? Aha. De közben lehet, hogy belesült. Mindegy, az egész önmagában nagyon jó volt. Én szeretem, ha valaki kicsit spontánabb. Közeli helyek. Ja, ez nem én vagyok. Hosszú az út, míg a kezem. Ja, esély. Szóval, na, hihetetlen jó volt. Én nem vagyok, mondom, egy hatalmas Ákos rajongó, de a Pali tökéletes. Amit ők csinálnak zeneileg, meg fényileg, technikailag, de leginkább hangzásában. Tehát zeneileg lehet szeretni, vagy nem szeretni. Ahogy szól, megőrültél. Tehát így átment rajtad a hang. Nem tudom, honnan hozták, meg milyen technikát hoztak. Állítólag magyarországi a technika. Igen? Szóval, igen, igen. Mostanában már nem nagyon hoznak külföldről technikát. Hoztak külföldről is egy ideig. Igen, volt ilyen is. De hogy most már fullosan csak magyar
Fantasztikus volt, és az elől a kemény magákos koncert, vagy az ákos rajongók elől, tudod, akik 30 éve kísérik, és minden egyes fél mondatára 5000 ember az legelőbb őrjön. Ez nagyon jó marketing volt, hogy ezek az újra gondolt bonanzás dalok, és hogy... Két-három vagy négy bonanzás dal volt sajnos, tehát a 1984 volt a második, miközben besírtam, hogy az volt a második, mondom, a barátomnak, aki voltam, hallod, és a bonanza miatt jött. Sokan megyünk szerintem a bonanza miatt, tehát nekem a késő Jákos már kevésbé mond. De akkor a korai... Jákos koncert, lemezekről is volt. A korai Jákos is volt, igen. Volt a korai Jákosok, és akkor, mint vagy én, és akkor volt az elmondatot volt az utolsó előtti számát, annak is nagyon örültem, hogy még az is bonanza, úgyhogy jó volt. Perfekt is. Aha, és innen csavarodott el az este, úgyhogy nem tudod most, hogy hol a kocsit. Igen. Jó. Nem rossz. És aztán így hagytam el az automat utána, de nem volt komoly dolog. Viszont nyertek a kézislányok, hál' Isten, úgyhogy valamiért. János, merre? Hát pénteken Ákos koncerten voltam. Ne! Te ezt imádtad! De jó, igen, kicsit ez kicsit őrület. Voltam, és ezt most így megvártad? Persze, megvártam. De jó, vagy kíváncsi voltam rá. Abszolút. Persze. Ugye, hogy persze, hát ülő álló jegy? Nem, hátul csak a büfény engedtek be, és mosogatom kellett. Ez nagyon zseni vagy, hogy ezt most így kívántad, hogy ezt elmondjam. De álljunk már meg, hogy te hogy? De hogy? Voltam én már azért Ákos koncerten, de most az a helyzet, hogy az egyik legjobb barátom, ha nem a legjobb, az annak idején nagyon kötődött a bonanzához, a korai Ákoshoz. Aha. És hát neki ez egy igazi csemege volt, és akkor mondom, akkor elmegyünk együtt, és hát az elérzékenyülés, az a fajta, ahogy hívják, megzuhanás, az a fajta ilyen retro, de ugyanakkor ilyen mindenféle hullámok, érzelmi hullámok, akik rajta végig söpörtek, az nekem már önmagában megérte. Tehát te csak őt nézted. És amikor az 1980-ban meghalott, besírsz, tehát a fiatalságot. Tehát az elsírod magad. Jó, nekem mondjuk ilyen volt például az Ikon. Az Ikon is elnyomták. Annak idején ugye a Z pluszos időkben volt bizony. Nagyon nagy sláger, és amikor ezt meghallottam, akkor nyilván én is nem mutathattam kezdve. Hát nyilván nem sír egy rocker. Igen, de bonanzásra korajákos dolog, azok tényleg megérintenek a fiatalságot. Igen. Meg hát mondjuk azért azt tudni kell, hogyha valaki esetleg nem tudja, de nyilván tudják, az Ákos rajongók meg pláne, hogy az ország egyik legjobb rockdobosa, ugye a Mánfalvi Sanyi, a Nexprének az egykori dobosa játszik az Ákos bandben, ha lehet ilyet mondani, és hát én általában úgy szoktam egy Ákos koncerten, mondjuk nagyon sűrűn nem fordul elő, nézelődni meg hallgatni a zenét, hogy az Ákost hallgatom, a Sanyit nézem. Igen, Sanyit nagyon élvezetes, de én megnézném annál a dobnál és meg gitárnál is, hogy mennyi az élő, mennyi a nem élő. Tehát az a gitár is érdekes. Élő, azért hallod nem élőnek a dobot, mert ezt el is mondta Ákos nálunk is, hogy a Sanyikával nagyon sokat kellett küzdenie, mert a Sanyika ugye csak a régi dobszerkóját hozta püfölte, és mondta az Ákos, hogy nem veszünk neked elektromos dobot. Na itt akart a Sanyika kiszállni a bandából, de aztán meggyőzte, hogy azt lehet azt is úgy megcsinálni. Tehát, hogy egy csomó a hangzásban egy csomószor, amikor te látod, hogy tényleg üti, és ilyen hülye hangja van, tehát elektromos. Nem is azt, hanem, hogy amikor üti, de hogy még mennyi minden van pluszba alá keverve. Az egy másik. Tehát az egyik sávon megy az élő, és még 6 sávon mi van a másik oldalon betolva, ami meg megy kis izéd. Hát ő szerintem nagyon sokat hozzátesz egyébként az Ákosnak a zenei világához, tehát érdekes volt hallani azt, hogy azok a számok, amik már még abban a korszakban készültek, amikor alapvetően ugye szintis dolgokat csinálgattak, azokhoz rengeteget hozzátett. Tehát, hogy ez az élő dob, meg a Sanyinak a dob technikája, meg a dob stílusa, meg az, hogy egy kicsit rockosabb volt, meg amikor pláne, hogyha előkerült, mert ilyenkor ugye az Ákos úgy csinálta, hogy amik alapvetően régi dalok voltak, azokban gitárt tett, amik meg a gitárosabb időszakban, azokból meg kivette. Ja. Tehát, hogy ez egy picit fura. Nekem mindenhonnan nyilván rockarcként, mindenhonnan hiányzott egy kicsit a gitár, vagy még több gitárt akartam. De mondom, a tenyeréből levett a közönség. Ott volt azért már pénteken is egyébként Csurikház volt. Valami véget ért, elnyomta a legvégig, mi nem vártuk meg, igen. Mi az elmondatoknál hát, volt, mert egyébként a vége, a ráadás blokk az olyan volt, hogy ugye szevasztok, ennyi volt viszontlátásra. Igen, mondom, én ott ment, mondom, mi ott a parkolás, mondom, inkább három szám még, de nyugi, még vissza fognak még jönni, visszajöttek, és 4 dalt nyomott még el ráadásban. És még 4 dalt. Pénteken nagyon súlyos volt. És ott voltak bonanzák? Igen. Aha. Igen. Ha valami véget ér, akkor még elnyomta a végén. Figyelj, most nem akarok hülyeséget mondani, mert szerintem nem volt. Volt. Aha. Azt általában elnyomja, igen. Jó. Igen. Milyen mindegy, csak azt már nem állam. Egész évben, hát meg tényleg
a fénytechnika. Tehát olyan volt a fénytechnika, egyszerűen megdöbbenté. Nekem az nagyon tetszett, hogy kicsi LED falak voltak elől a színpadnak az elején, és nagyon okosan voltak használva. Tehát, hogy annyira látványos volt, annyira működött az egész. Pont egy beszélgetők Monival, ő is ott volt, hogy basszus, el kellett volna hozni a virágot, meg kellett volna néznie, mert olyan szinten, ahogy ők fogalmaztak, olyan szinten retina masszázs volt az egész koncert, hogy abban az esetben sem kellett aggódnod, hogyha mondjuk nem vagy Bonanza vagy Ákos rajongó. Nem. Nagyon sok 8-10 éves gyereket láttam egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon sokan mentek már. Tehát, hogy milyen gondolkoztam, hogy bennek még korai, még nem is ismeri, de még elkezdésed szeretne ilyen dalokat hallgatni, 8 évesen, 10 évesen már simán el tudsz vele menni egy ilyen koncertre, mert imádja. Legközelebb megyünk is. Legközelebb mindenképpen közösen menjünk is. Hát figyelj, tehát, hogy csáv az tényleg kőprofi. Tehát, hogy de ugye, hogy kicsit ez van benne, hogy minden kitalálva, minden izé, minden mozdulat, minden... Hát az mindig is ilyen volt. Igen. Igen, meg talán oda is iróniát tesz, ahova, vagy ilyen picit álságos iróniát, ahol nem kéne. Igen. De tényleg jó volt. Jól van. Na, hát gyerekek, fontos hét előtt állunk már, mint ami a játékot illeti. Könnyelműen feltettük az Univerzum Királya címet erre a hétre. Vagyis... Hát aki ugye, viszi, mindent visz. Aki viszi, mindent visz, hogy ezt az évet már a hallgatóink elvesztették. De felajánlottuk nekik, vagy így úgy mondom, hogy felajánlottuk nektek, hogyha megnyeritek ezt a hetet, akkor viszont ti vagytok a galaxis. Az ismert világegyetem. Igen, a galaxis királyai, és az univerzum királyai. Mi pedig megyünk, és január 5-ig nem tudom, mit csinálunk, és hol. Úgyhogy gyerekek... Biztos, hogy nagyon szomorúak lesz. Igen, akartam mondani, hogy én is majd ülök, és ezt fogom síratni. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, csak azok, akik tényleg jók, jó, úgyse olyat választunk, hanem olyat, aki nem jó, hogy meglegyen az Univerzum Királya cím. Pontosan fél hét van, meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, az utolsó egész hetünket kezdtük el, és hát mindenkinek kitartás... Aki úton van, gyerekek, legyetek toleránsak velük. Ne nagyon bántsátok őket, vagy szígyátok őket, ha ott elmentek majd a tüntetések mellett. Nyilván önmagukért próbálnak ők is kiállni. Hogy most jó-e ez az út, vagy nem, ezt lehet vitatni természetesen persze, de bántani őket nem kell. Leginkább azok figyeljenek majd, akik az M3-ason szeretnének bejutni. Azok induljanak el egy kicsit előbb, vagy próbálják kikerülni, mert ott a befelé áramló Budapestre ömlő forgalmat ott egy sávval megfosztják, vagy egy sávtól megfosztják, az csúnya lesz. Ugyanez van az M5-ösön is. M5-ös, igen. Meg az, igen. Az Egér úton, úgyhogy sok-sok helyen lezárás, most pont az M3-ast néztem, hogy ott, uh-huh. ott az nagyon-nagyon-nagyon szép lesz. Na, játszunk, jó? Nézzük meg, hogy ki a hét első játékosa, az Univerzum királyáért megy a harc. Úgyhogy gyerekek, muszáj legyőzni őket, hogy nyugodtan tudjuk tölteni az ünnepeket. Valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, szia! Hello, azt nézem, hogy ami drága Julink írta, valami persze, hogy írt. Tamás, hello Tamás, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Tamás, merre vagy? Hát én most jelenleg az M7-esen itt megálltam egy benzink után, mert tartok föl Pestre, megyek vizsgázni, úgyhogy... Oh. Miből? Hegesztés. De szép. Hegesztés. De ez mit jelent, hogy hegeszt egy végtelen jelet valamiben? Az a vizsgázás hegesztésből? Vagy ez nem, mit jelent? Nem. Sarokvarral, két lemezt össze, lemezze csövet, úgyhogy... Akkor íve vagy láng? Avi. Avi. Hát jó, avi hegesztés, gyerekek. Hát az, jó, a kis ujjamban van. Fogalmam sincs, miről beszéltek. Na Tamás, kivel szeretnél játszani? Hát nem tudom. Ki legyen? Figyelj, ez rád. Bíznánk, a Feri keveset játszott mostanában, játsszál bizony. Vele, Jani győzelemre éhes, játsszál vele. De értjük. Nem. Aha, és van a Balázs. Akit ugye. Szeretnél, Tamás, nem, mi nem presszionálunk, csak mondj egy nevet, bárkit. Nagy tét. Legyen a Feri, mert... Legyen a Feri. Na, jó van. Nagyon jó. Mit mondtál, szomszéd? Majdnem szomszéd, mert én Agádi vagyok. Jó, hát az. Akkor nyáron lehet, hogy már... Ellenséges part. Igen, el is bringáztatok egymás mellett. Oké, na jól van, Tamás, akkor meg vagyunk. Jó, Feri, meg vagy? Úgy tűnik. Jani? 3-2-1-fire. Izgulsz a vizsga miatt, Tamás? Hát egy nagyon picit izgulok. Egy tételes? Tehát bemész, megírod. Ez úgy lesz, hogy
bemegyek. Uh-huh. Megírod. Hegesztek. Hegesztek. Hegesztesz. Lesz három hegesztés. Egy hegesztésre 80 perc van. Elég sok. Egyre 80 perc? Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. Ilyen az, amikor azt hiszi a hallgató, hogy amikor hallgatja a rádiót, akkor nem mondja ki, amikor meg bekerül, izgul, mint állat, és kimondja. Bizony. És nem hagytál kétséget a felől, hogy elvesztetted ezt a játékot. Igen, hát igen. Ez van, sajnos. Hát... Ne haragudj, de legalább Tamás. Sikerült bejutnom elsőre, és játszottam veletek, ez a lényeg. Ez a lényeg, igen. Nem sikerült, legalább a vizsga sikerüljön máma. Ez nekünk ez a hét nagyon fontos, mert mi jött tettünk föl, igen, bele a serpenyőbe, amit ritkán szoktunk. Bizony, úgyhogy ezt... Nem szeretnék, hogy olyan lenne a szentesnénk, hogy... Diósot hoztál, Márkosot mondtam! Egy hanggal lejjebb vagy! Igen. Úgy csinálunk, mint nekünk ez nem lenne presztízs kérdés, ez a fekete fehér, de még így 6 év után is az. Tehát, hogy mi nekünk ezek nagyon fontos győzelmek. Ezek kicsi kielégülések, de nekünk így 40 felett már ennyi. Gondolom, igen, igen. Tamás, köszi, nagy kalappal a vizsgára, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok! Hello. Na, jó ez. Jól alakul, Feri, nagyon jó voltál. Én belöktem, gyerekek. Így van. Belöktem, kell. Persze. A pont. Kell, minden pontra szükség van, hát ezt az univerzum császárai leszünk a hétvégére. M1-es György felé 22-es kavicsán van egy baleset, ezt Petya küldte nekünk, baleset a 11-es úton, illetve pontosabban nem baleset, Attila azt írta, hogy a 11-es út már elesett. Nem baleset, hanem elesett, igen, tehát ott már lehet, hogy tart a kis tüntetés. 82-es úton Veszprém felé Rátót határában két autó elütött egy szarvas tehenet. Ja. Torlódás várható. Az egyik szembe jött, a másik erre ment, és középen volt a tehén, és így ketten egyszer ütötték el. Oh. Vagy átrepült a másik sávba, és az is elütött, aki szembe jött. Jó Isten, ez nem hangzik. Nem hangzik túl jól. Na, jól van, gyerekek. Akkor 1-0. Meg vagyunk. Van. Egyel beljebb vagyunk. Tök jó. Igen. Így van. Oké, na, meghallgatjuk újra a híreket, jó? Katától érkezik hozzánk, hiszen sok minden történt. Ő elmondja majd, hol vannak az útlezárások, figyeljetek, aki érintett a dologban, az most pontosan hallhatja, hogy mire kell figyelni. Jó, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, azoknak is, akik ágyban vannak, úton vannak, otthon vannak. Hol vannak még? Vagy már bent a munkahelyen. Ugye? A legtöbbet kilőttük. Igazából. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggelt az mindenkinek. Az utolsó egész hetünk. Így van. Jövő héten már csak egy kis, pici kis csonka hét lesz, utána pedig jön a kari. Neked, én be nem jövök. Ja, mondjuk. Gyerekek, én sem mondtam, hogy hol töltöm. Ja. Gyerekek, a kedd az már laza. Tehát az annyira laza, hogy csak zenék. És így egy-két van. Átkötés. Uh-huh. Nem kell témával készülni, nem lesz kaszatibi. Ennyi. Nem lesz semmi, nem hozunk témákat, mert ott arra gondoltunk, hogy ott már jövő hét kedden ugye retro nap, tehát csak zenélünk. Így van. Úgyhogy Tibi utazik el Hájföldre, illetve Tájföldre. Igen, Tibi holnap van utoljára, utána ő is elbúcsúzik tőlünk és a Morning Show-tól. Tehát jövő hét kedd az már semmi, V betű fent a táblán és vakáció, igazából jövő héten egy nap van a hétfő. Csó. Úgyhogy utána már tényleg megvagyunk. Na, megvettétek már? Megvettük a fát, igen, képzeld el, hogy megvettük, és megvettük. Igen, azért kattogok, hogy tudok-e azzal kapcsolatban, hogy sztorit mondani tudod. Érdekes differenciák vannak egyébként, hogy ugyanolyan a kinéző fa van 18 ezerért is, de van 9 ezerért is. Aztán rájössz, hogy az egyik, ugye más típus nyilván, az egyik az nem szúr és nem hullatja, a másik megveszed jóval olcsóbban, szúr és hullatja. Na most mi spóroltunk. Hát ami nem szúr, az nem fenyő. Ja, a hosszú. Ja, tudom. Nem, kezdet, van a kicsi, a talán a nagyban, ami nem szúr, olyan puha, meg annyira kellemes, viszont az 18. És volt 8 ér olyan, ami szúr és hullatja. És mondtuk, hogy akkor szúr és hullatja. Úgyhogy azt vettük, igazából mire berakod a kocsiba, már a fele fán nincsen levél. Hát annyira hullik, én nem tudom, hogy csinálják. Nem úgy van, hogy akkor kezd hullani, amikor berakod a melegbe?
Hát elvilegben akkor? Na, annyira nincs most hideg, tudod, ez a plusz 5-6 fok, ami van, azt szerintem abban már hullatja. Olvastam most egy tök jó cikket arról, hogy hogy kéne otthon tartani a fákat, eleve, hogy kéne beszoktatni. Tehát, hogy azért hullik nagyon sok fa, mert a hidegből beviszik a melegbe. És úgy kéne csinálni, hogy hiába vágták már ki, arra is vonatkozik, hogy hidegből először beviszed a langyosba, a garázs, a többi, langyosba viszed a melegbe, és vízbe rakod a fát. De azt is, aminek már nincsen gyökere, és a talpból fölszív annyi vizet, hogy még hetekig nem kezdi el hullatni a levelét. Mondjuk az enyémet már, vagy a miénket már akadtam volna vízbe. A kocsi úgy nézett ki, mintha nem tudom, fenyőfát nem voltam volna, lettem volna lopni hétvégén. Minden úszott. Viszont megvettük. Most 18-ért nem szúr. Nem? Hát nem hullik. Nem hullik, de 8 év hullik és szúr. Hát, most már nem ér 18-at egy fa gyerek. Szerintem nem. A fene vigye. És ennek legalább van illata. A 18 nem hullik, annak viszont nincs illata. Ez, igaz. Ez az ezüst. Uh-huh. Ez jó, hát nem egyszerű. Ne hulljon a tülevér, legyen illata is, ne legyen drága, és egyébként pedig, mit tudom én, érted, hosszú legyen a tülevér, ne pedig. Hát nem egyszerű. Mm. Nem egyszerű. Mi még nem vettük meg. Eszembe jutott egy tök jó dolog. Hogy? Szétfél jutott eszembe. Hogy hátulról eszembe? Hogy... És a Ferinek ezt kell hallgatni 8 év. Köszönöm, uram. Hogy mi lenne? Egyébként kivitelezhetetlen a dolog. De rengetegen nem jutnak fához, mert nincs pénzük megvenni. Uh-huh. És mindig fájó szívvel nézem, amikor 24-én te elmész... Fájó szívvel. Fájó, így aha, van. Hát. Elmész, és ott vannak már ezek a fák, ugye lezárva már nincs ember, nem árulják őket. Hogyha meg tudnánk szervezni, amikor milyen baromi jó lenne, de nyilván nincs erre infrastruktúrák, hogy ugye ezekkel a fákkal mit csinálnak? Ezeket 25-én bedarálják, elégetik, tudják még értékesíteni? Vagy ez resztne? Hm. Hogy 24-én mondjuk, vagy 25-én reggel azt mondani, hogy kérünk 3 darab kamiont, összeszedünk, 4 ilyen telephelyen lebeszéljük, én tudok 8-at, Budaörs, Budatétén, stb. És azt mondjuk, adják nekünk 25-én. Adják oda az összes volt fát. Karácsonykor? Igen. Aha. Adják oda. Na most ez az, hogy ki dolgozik, hogy tud, igen, tehát nehéz a dolog, mert a 22-én nem tudod elkérni. De hogy milyen hülye ez a kereslet-kínálat viszony, ugye, a társadalomban, hogy egy csomó megmarad, mégis egy csomó embernek nem jut. Mekkora hülyeség. Közben juthatna, mert nem tudsz már vele mit csinálni. Hát, én értem, hogy a tejet is azért öntik a csatornába, mert jobban megéri nekik kiönteni, kvázi, mint olcsóbban eladni. Ez ugye marketing, hogy egyszerűen nem kaphatja meg az ember olcsóbban, mert akkor utána annyi lesz a tejára, inkább kiöntik. Az is milyen hülyeség. 25-én az összes fát összeszedni, leszervezni, és azt mondom, hogy 300, 500, 800 családnak olyan helyre elvinni, akiknek nincs fájuk. Mert ők viszont 25-én is ugyanúgy örülnek neki. De még 26-án is. De még január 6-án is járnál hát, az országot, mire mindenhova elég. Na most ez a baj, hogy ugye hogy? De mondjuk kinézel 3 falut, azért ugye nagyon-nagyon nagy, de elindulsz keletre, azért ott komoly mély szegénység van. Bizonyos helyeken. És azt mondta, hogy 25-én mondjuk 3 darab kamionnal te leszórsz mondjuk 3 darab falut, 4 darab falut 3 óra alatt. És azt mondta, hogy 25-én te rászánsz az életedből mondjuk 3 órát. Hát vagy ilyen telephelyeket létrehozni, ahol le lehet tenni, és vagy leteszed menni, és el lehet vinni. Csak vagy leteszed. Kis az a baj ezzel, hogy ugye mi nagyon élelmes nemzet vagyunk, ezt mindenki tudja, mi is, meg bárki más is, aki minket szoboz, az azt elmondja, hogy akkor mi egy élelmes nemzet vagyunk, azt csinálnánk, hogy egyre inkább az történne, hogy mindig egy napokat tolódna a karácsony. Mert mindenki számítana rá, hogy másnap megjelenik a telephelyen. Így van. Aztán pedig még egy nap, még egy nap, még egy nap, még egy nap, aztán már áprilisban karácsonyoznánk. Igen, nem, csak egy eszembe jutott, hogy megy a kukába egy csomó, de mégis egy csomó embernek nincs, olyan hülyeség ez, nem? De nem tudsz velem mit csinálni, mert sajnos a kereskedelem így működik. Tehát ahogy bezúzzák a hamis Nike cipőket is, nem adják oda szegényeknek, mert a Nike azt mondja, hogy az én brendemet nem rontja. Azzal, hogy fölveszi egy olyan réteg, akinek egyébként nem lenne pénze Nike-ra, amelyet a Nike egy álom, mit tud, vagy az Adidas, vagy a Reebok. És gyártanak a kínaiak hamis Reebokot, nem adják oda szegényeknek. Pedig odaadhatnák, de nem értem, és értem, hogy miért nem. És a fenyőfás is azt mondja, hogy ő 24-én éjfélig nem viszi le az árat. Inkább visszaadja, kidobja, otthagyja. Mi mentünk úgy fát venni, hogy 24-én, mit tudom én, még délután 3-kor nem volt fánk, és így megriadt a család. Jó, karácsony. De mégis egy gyerek kinézett, tudod, a nappal, hogy nem, semmi. Nem, karácsony lesz. A fa! Tudod, a nagyi és a fa, tudod. A nagyi nem baj, majd átjön. A nagyi majd átozik, viszont nincs fa, ez a nagyobb baj. Elmondta az árus tavaly is, vagy tavaly előtt is, hogy egy, mondom, na most megkötöm életem biznisz, na most gyerekek, olyat bizniszelek most, 8000-es fát, 2000 zsebbe, ott vagy meg vagyok, elhozom, mondta, hogy takarodjak el onnan, semmit nem, egy forinttal nem adja oda olcsóbban, mert hogy nem, de mondom, ember, hát ez rád fog rohadni, hát oda okosba, kettőbe meg vagyunk, meg egy bögre van a kocsiba, kicsit repedne, és nem.
És az ötödik árus se adta oda, azt mondom, menjetek a francba, visszamentem az elsőt, mondom, jó, ide teljes áron. Nem adják oda. De miért nem? Hát rajta marad. Hát bizonyára. Hát, hogy ő visszaveszi, elégeti, betüzeli, nem tudom, mit csinált. Valószínűleg tüzelőanyag. Mivel lehet újra feldolgozni egy fenyőfát? Hát nem tüzelőanyag, de eladja tüzéptelepekre, hogy valahova tényleg el tudják adni. Na mindegy, és 24-én nézzétek majd meg. Mentek, és ott lesz halomba az a fenyőfa, ami nem kellett senkinek. Majd túlkínálat van. Ugye? És egy csomó helyen meg azt mondja, basszus, nincs pénz, fára vesznek egy ágat, oda tesznek mellé valamit, és hülye rendszer ez így. De nem tudsz vele mit csinálni, egyébként én értem. Szerintem nem is adják oda. Tehát, hogy van valamiféle felhasználás, szerintem van a megmaradt fenyőnek. Igen? Biztos. Írja már nekünk, aki fenyőfát árul, csak tényleg, hogy mi történik ezekkel a fákkal? Szappan. Mit tudom, ő megveszi, belőle. Igen, megveszi, neveli, és utána ő magának beszámíthatja, eladja, és abból még, mit tudom én, darabját 600 forintért egy tüzéptelepen, még értékesíti. De ne, hát nincs semmi fűtőértéke, tehát ez gyakorlatilag semmi. Semmi? Semmi, túl picik ezek a fák ahhoz. Mit lehet belőlük csinálni? Nem tudom, de valamit biztos, mert egyébként nyilván ott hagynád. Eszencia. Nem, elhordják aztán, igen, ezek 24-én, évfélkor, 25-én, ezeket összeszedik, és viszik el. Visszaültetik. Gyökerezd meg, Tényleg, ilyen üres szántokat beültetnek gyorsan ezekkel a fákkal, azt eladják fenyvesnek, aztán egy hónap múlva kiderül. így áll az összes fa. Visszaültetik valahogy a dobogó környékén, tudod, ott most sajnos úgyis komoly károk keletkeztek, és csak 3 hét múlva, hogy eldől az összes balra, mert igen, nem volt már annyira gyökere. És az a durva, hogy egyébként így egy törövére egy 100 évvel ezelőtt még igazából nem is nagyon állítottak fát, vagy legalábbis nagyon kevés helyen. Engem az a része nem érdekel, hogy ez természetkárosítás, ami nem az. Soha nem veszek élőfát, nem fogok ma cserepekkel hurcolászni nekem, a kocsim nem lesz saras, éven viszem vissza, nem. Ezeket arra termelik, hogy kivágják minden egyes sorra. Miért nem hoztuk szóba? Tehát téged ez a dolog szóba. De nem akartam láttam mondani. A tekinteteteken, hogy és nem élőfát vettél, láttam, ott volt a szemetekben ez a kicsit kérdőre vonás. Kicsit pánikszerűen hoztam le most ezt a gondolatot. Kicsit elkezdtem ezek szerint zavar. Elkezdtem magam megvédeni. Nem, egyszerűen arra gondolok, hogy nem. Tehát ezeket arra termelik. Kivágnak egy sort, ültetnek egy sort. Tehát ez a világrendje. Ez engem egyáltalán nem érdekel, hogy nem fogod cserepes fa állni, az biztos. De mindenkinek belátása szerint. Szóval, hogy ettől nem károsítod a természetet. Na mindegy. Bedarálják pelletbe. Na. Préselt OSB meg hasonló lapokat csinálnak belőle a megmaradt fából. Na, akkor meg. Koszorúnak jó lesz a zöld ág. Aha. Hát tehát akkor tulajdonképpen biznisz van azon, ha így ő visszaviszi. Így van, tehát pénz, akkor, pénz van belőle, úgyhogy itt a gyönyörűen fölépített álmod, az egy ez egy ilyen nagyon-nagyon kicsit ilyen populista, ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mindenkinek jusson egy csíkdiós beigli karácsony. Nem, ezen így gondolkoztam, de effektíve kivitelezhetetlen. Meg tényleg nem is adják oda. Csak azon gondolkoztunk, tényleg a Wikibe beszélni, hogy milyen hülyeség, nem? Hogy 24-én hajnalban, ott, vagy 25-én hajnalban látod, hogy 8000 darab fa megmaradt. Közben pedig 3 sarokkal arra, meg azt mondja, hogy neki még nincs pénz a fára. Ez ilyen hülyeség ez. Vegyél nekik, akiket ott látsz. Milyen jó lenne, meg tudnék szórni egy falut. Mindenkit. 4000 embernek vennék 4000 fát. Az azért mennyi, ha 10 000 a fa feri? Te abban jó vagy? 4 millió? Igen. Azért az elég sok. Na, gyerekek, óriási káosz van az M3-ason már most. Úgyhogy ne menjetek arra, ha jót akartok. Jó, ne bántsátok a tüntetőket. A legjobb, ha nem is mentek arra, már látjuk, az egyik kereskedelmi csatornán mutatják, az M3-ason már most nagyon-nagyon nehéz bemenni. M0-ason Nyíregyháza irányába baleset az M31-esen, és a kiáratnál áll jelenleg a sor vége, ezt Kornél küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hajdús, Sámsoron és Nyíradony között autó az oldalán, félsávot foglalt, ez Roli írta. Oh. És a Budakeszi úton a belváros felé csak lépésbe lehet haladni, pedig itt nem lesz demonstráció. Hatóságmentes egyelőre minden. István elküldte nekünk. 10-es út szokásos reggeli dugó, M0-as 54-es kilométer baleset, útzár. Azt a mindenit, ahol nincs direkt demonstráció, ott viszont van baleset, és emiatt van útzár. A fát megvettél? Én ezt megkérdeztem. Még nem. Hiszen van még egy dolog, amit nem értek, képzeljétek el. Most nemrég, amikor bevásárló központban voltunk, bevásárolni, milyen meglepő, ugye, hogy ugye ott vannak ezek a hatalmas nagy parkolók. Ezekben a parkolókban vannak a különböző kis parkolási lehetőségek az autósok számára, ez sem meglepő magában. Párhuzamos jelek jelzik azt, hogy hova kell beállni egy autónak, hogy most én nem tudok vezetni. Nagyon bonyolult beállni azok nagyon közé, a párhuzamos jelek közé, mert most, főleg amikor ilyen bevásárlási rohamok vannak a mindenféle hiperekben, meg bevásárló központokban, mi, amikor most így jöttünk, jó messze tudtunk csak megállni. Jó messze. De befelé jövet, úgy
számolgattam, hogy 10-12-ig, hogy hány olyan parkolóhely van, ahol azért sikerült keresztbe beállni annak az embernek, akinek nagyon-nagyon sürgős dolga volt bent a bevásárlóközpontban, és hát nem nagyon tudta értelmezni azokat a párhuzamos jeleket, vagy pedig a szemével volt komoly probléma. Hogy szerintetek ez olyan nehéz? Hát nagy ívben kell ráállni, ja, tudod, és arra pont nincs lehetősége, mert nem tud átmenni így és beállni, hanem csak így gyorsan behúzza jobbra a kormányt, és akkor se íz a vépicét. Hát, de ő csak beszaradt egy 5 percet. Talán nem bánja meg Monika, meg nem fog megbántani, majd kiengesztem, ha hazamegyek, de hogy ő nem egy virtuális sofőr, de neki azért sikerül. De többszörire, nem? Vagy egyből megy most? De úgy mondanám, hogy többször sikerül neki. Tehát 10-ből 9-szer legalább sikerül neki beállni. Meg lehet, hogy úgy van ez egyébként, hogy egy elszúrja, tudod, igen, egy valaki beáll, és a többiek már hozzáigazodnak. Igen. És akkor beáll az egyik fel, nincs a többi is beszél. És akkor már úgy állsz. Hogy tényleg olyan nagy dolog. Nagyon nehéz. Lustaság. Az. Lustaság. Az, én is azt gondolom. Csak az a baj, hogy főleg üres a parkoló, én akkor kicsit így állok. Rengeteg emberrel szúrsz ki. Ha sokan vannak, akkor nem, de mit tudom én, elmegyek hajnali 2-kor tetyózni, meg kell valami, mit tudom én, kitaláljuk, megvilágosodunk, és senki nincs a park, aki beállok így, de annyira nem vagyok már paraszt, hogy teljesen keresztbe, de igen, most már nagyon rettegek, hogy bármikor is rossz helyen állok, és megint lefotóznak. Ha valaki, akkor te ízen beállhatnál, mert jól vezetsz. Tehát, hogy de akkor csinálom, ha van 600 üres hely, és akkor nem nézem teljesen a vonat, megállok kicsit keresztbe, de ott üres a parkoló. De nem csinálhatod egyébként akkor sem, mert abban az időpillanatban üres és beállsz keresztbe, lehet, hogy mire te onnan elmész, jön 600 autó. Ez és mondjuk már reális. Nem tudnak ez beállni. Ez nem jutott eszembe. Érted? Érkettőkó kihezik, és 3000 ilyen dalbuszot áll, 40 000 ember. És tele van a parkoló. De tudom én is őket, igen, nagyon-nagyon szívni, amikor egyébként szépen be tudnál állni, és láthatod, hogy kicsit keresztbe. Ez egész egyszerűen, ez lustaság, semmiről nem szól. Kicsit nem figyel oda, rohan, kiszáll, jó az úgy neki. Abban is biztos vagyok, hogy amikor ő jön be a parkolóba, és nem talál parkolót a hasonszörűek miatt, igen, akkor iszonyatosan ideges. Na azért nem merek így megállni tőlem a parkolóba, mert ha átlógsz, akkor félek, hogy aki beáll melléd, az viszont meghúzza. Tehát jobb tényleg egyenesen beállni, már csak azért is nyilván, hogy társadalombarát legyél, de hogy ha te ferdén állsz be kicsit, és valaki azért azt hiszi, hogy beférek én még oda egyenesen, az viszont tönkre vágja a kocsidat. Persze te vagy a hülye, te tehetsz róla, de hogy igen. Szóval nem olyan bonyi. Léci ilyenkor legalább, amikor ünnepek vannak, meg bevásárló rohamok, meg ilyenkor milliók jobban a idegesít, mint... Igen. Igen? Sokkal. Nem sokkal. Kell már menni ilyenkor vásárolni, gyerekek. Ja, tényleg. Ennyi. Ha? Most mit csámborogtál még? Mit csámborogsz még ilyenkor? Mit mászkálsz? Minek? Üljél mit otthon. Ölejétek át egymás szeretetben. Tényleg. Nincs kenyér. Szerintem soha nem utálják jobban egymást az emberek, mint karácsonykor. Hát akik így csinálják, hogy még ilyenkor... Nem mindenki. Már. De hogy is? Nem már, hagyjuk már ezt, hogy már annyira a vásárlás, a tülekedés, nem kell már ilyenkor menni. Nyugi. Csak a szeretet. Verjük már meg. De lehet, de most tényleg. Tegyünk már egy poklót, pofon verjük lesz. Már meg. Pofon lesz. Lehet, hogy pofon nem, eljött az idő, verjük meg. És jól verjük, most álljunk meg, és jól verjük beálltatok meg. Beálltatok ti is a sorba. Vegyük le róla azt a szvetter, terítsük rá, és jó verjük meg. És erősítsük rá arra a gondolatra, amit az előbb betettél. Igen, hogy ilyen a szeretet. Hogy ilyenkor, ez most már kiár, egy évvégi jó nagy verés. Mert az a baj, hogy még te 24-én fogsz fáért járni. Már megvettük, már tanultunk az elmúlt 2 évből, most már megvettük. 23-án Beigliért fogsz érted erre-arra csavarogni. Nem kell. Hagyj, engedd el. De nem feltétlen csak ajándékot veszel, hanem mit tudom én, bevásárolsz, mész, a gyerekkel még ide mész, hétvégén, figyelj, tehát mi Budaörsön voltunk, valamit ott kerestünk, pont fát vettünk. Volt egy baleset, hát két autó, vagy három autó összekoccan, egyrészt kilométeres sor, és az a dudálás, az az anyázás megint, az hát valami elképesztő. Tehát karácsonykor az emberek még jobban utálják egymást. Hát mert mennél, sietnél, intéznél, már a családdal akarsz lenni, ezért ne indulj el. De nyisd ki az ablakot, és berepül a ponty majd? Vagy tehát, hogy mit csinál? Nyisd ki a WC ablakot, azon bejön a halászlé? Vagy, tehát, hogy tehát azért menni kell, Feri? Tehát, hogy azért nem, vagy megfőzöl január, vagy november végén, és lefagyasztod? Tehát, hogy csinálod? Így van, kész van, minden elő a hűtőből, a szajrát. Tehát azért menni muszáj. Nem? Nem így van? Hát, csak hogy másért nem megvenni a fát. Tényleg. Meg. Ja. Na, gyerekek, egy nagyon érdekes leletre bukkantak Amerikában, és sokat nem tudunk róla beszélni, nem tudjuk megfejteni minden esetre. A dolog érdekes, hiszen a múlt héten láttam, és elgondolkoztam rajta, hogy mi a fene történt. Ez... a utahi szántóföldön történt. Hallottátok ezt az esetet? Vagy láttátok a képeket? Ez a nagy sóstó közelében van. Uh-huh. Amerikai Egyesült Államok, Utah, ha esetleg nem... Köszönjük szépen. Ja, azért, hogy... De ja. Az úgy, USA. Úgy van így. Ezek fő Utah, vagy mellék Utah mentén vannak ezek a szántóföld.
69 éves emberke kijött, és meg akarta keresni az elkóborolt teheneit. És egy 15 méteres, hosszú szárnyú bálnátnak a tetemét találta meg, úgy, hogy egyébként ott van a kép is, ő ezt lefotózta. Ez egy régi ilyen megkövesedett bálna tetem, tehát hogy ott régen tenger friss volt ezzel, azt nem akarják bizonyítani? Nem, nem, képzeld el, hogy nem. Ott van a szántóföld, ott a bálna, és senki nem tudja, hogy hogy került oda. Hát de nem lehet, hogy csak úgy odaszállították, mert egyébként 15 méter hosszú, és valami 30 ezer kiló, vagy 40 ezer kiló, tehát azért azt nem kapott csak úgy föl. Nincs nyom, hogy ezt éjszaka szállították volna. Visszanézték a felvételeket kamerákon, nem ment arra a kamion. Nem tudta daru beemelni. Nem volt nyom egyébként, ahova a daru bement volna. Tehát, hogy ilyen 40 tonnával te megérkezel, plusz az autó, ami még mondjuk 30 tonna, az 70 tonna bejön, leemeli, annak után ott a kalászban nyoma van. Semmilyen nyomot nem találtak. De most mi a meglepő? Az, hogy 5000 km, 3000 km, 2000, 1000. De nincs víz. Hát, nincs víz. Hát be, nincs jó, semmi. És él? Nem. A bálnák az óceánban élnek? Igen. Ez él? Nem. Halott bálna egy szántóföldön? Mi a meglepő? Nincs víz, elpusztul. Jó az érvelés, hát nem. Uraim, miért csodálkozunk, hiszen a bálna nem bír a víz nélkül? Hát persze, hogy halott. Hát mi legyen? Élő? Igen. Döbbenetes a történet, és a biológusok is vizsgálják, a rendőrség is vizsgálja. Nem volt utána, tehát nem lehet az, hogy utolsó erejében még elúszott idáig. Igen, az Atlanti óceánban és a Csendes óceánban is honos egyébként, de a Utahi szántóföldre nem nagyon szokott benézni. Aha. Tehát nem megy el így, mit én gabonát ellegelni. Nem megy el, nem megy el. És hát ugye itt már mondják, hogy a földön kívülek újabb jele, hogy kiemelték, odavitték, de ha most egy picit próbálok racionálisan gondolkodni. Igen. Vannak színes fotók az internet, mindenki keresse meg, tényleg semmilyen nyom nincs. Hogy kerül oda? Hogy a fenébe kerül? Hát figyeljetek, van olyan, hogy ugye tűzoltó, tudod, repülőgép vizet mer a nagy sóstóból, és fölkapta a bálnát. Bizony, ez így repült egy 1000 kilométert, a helikopterot fölvette a vizet, és visszarepült Utahba tüzet oltani. Hát igen, és ott fölött a bálna így benne a vízbe. Én két dolgot tudok elképzelni. Egyrészt láttam már karcsányú delfint, ami nagyot ugrik. Hát ő is ugrott egyet. Megijedt. Meg lehet mondani egyébként nyilván a fejének az irányával, hogy az Atlantiból tartott a Csendesbe, vagy a Csendesből az Atlantiba. Szerintem ez az egyik teória. A másik pedig az, hogy szerintem nem azt kell nézni, hogy ez a bálna ez hogy került ide, hanem hogy hol a büdös francba van az a rohadt nagy madár, ami felkapta. Na, ugye, mert van mitől félni. És mi riasztotta meg a madarat, hogy elejtette. Na most ugye, hát most én nézem, mert pontosan nem tudtam, hogy Utah hol van, tehát az ugye megvan Kalifornia ott bal oldalon, a nyugati oldalon, utána még ott van Nevada, ha megyünk befelé, és utána van Utah, Salt Lake City, Utah. Azt mondja, hogy... Tehát, ha gyalog ment, akkor viszont marha sokat kellett mennie. Hogy? Ugye? Világos. Hogy a fenébe? Mondanám, se keréknyom, se semmi az ég egyet a világon, csak egy 40 tonnás állat a szántóföld közepén. Ugye van, amikor békák esnek az égből, ugye igen. Vannak ilyen... Igen, olvastuk mi. Ismeritek a történetet. Van, hogy a forgó szél tényleg fölkapja. A folyók vérje válnak. Tudjuk, piros hó. Igen, tehát nem a folyó fölkapja, és akkor kiemeli a békákat, és valahol, mint 5000 km arra, hogy a békák estek az égbe. Mármint a szél kapja föl. A szél, igen, nem a folyó kapja föl, bocsánat, és ezt megfejtették, hogy a forgó szélbe bekeveredő békák valahogy csak a fejedre esnek. Tehát ez a magyarázat. De azért bent a vízben. Azért annak rohadt nagy forgószélnek kell lenni, hogy felkap egy akkor állat, egy 30 tonnás 30 bálát. Méter mélyen azért egyszer csak így gondolod, hogy te vagy a bálna, kikap egy forgószél, repülsz 3000 kilométert, jut a közepén, leraknak egy szántóföld. Tátogsz hármat, majd elpusztulsz, és nézel nagyon hülye, hogy mi ez a kalász itt melletted, amit nem láttál. Azért az érdekes. Mondjuk ez egy hosszú szárnyú bálna. Ez egy hosszú szárnyú bálna. Hosszú szárnyú. Aha. Szárnyú, érted? Ja, hát akkor csak repül a bálna. 13-16 méter. Igen, tényleg, Feri, meg fogunk verni. 13-16 méter között, és elérje 40 tonnát. Na tessék. Szerintem én imádom az ilyen sztorikat. És ott állnak a biológusok, tengerbiológusok, még mindig vizsgálják, és nem tudják. És friss a tetem. Tehát nem is arról van szó, hogy mit tudom, kéthetes, háromhetes, és bármi, de lerohadt, és valahogy oda került. Friss. Az jó viszont. Ilyenkor a gazdái? Persze, hozott egy kis fokhagymát alápítani. Tulajdonképpen lehet elkészíteni a bálon. Nagyon az inuitok például ezerféle módját ismerik a dolognak. Igen, mondanám, hogy karácsony van attól eltekintve, hogy ugye a bálna nem hal, de egy halász lényeg. Egyetek sok halat, egyetek bálna. A hálaadásra hoztam itt egy 300 kiló bálna zsírt nektek. Oké, gyerekek, hűlünk. Mondjatok egy racionális magyarázatot. Egyet. Mert én gondolkoztam rajta, és nem tudtam. Mondjuk ezzel meggyőztél. Hogy? Mert ugye minden, a gabonaköröknek is vannak, hogy elvileg éjszaka kimész, fogsz egy zsinort, lerakod, körözöl, stb. Minden meg lehet mondani.
mindenki lehet, minden, abban gabonaköröket is megfejtették. Drót, Damil húzott a Damilt körbe, egy irányba felkreti a kalászt, ott, mit tudom, ezt megcsinálják. Már lemodellezték, meg lehet csinálni. Bár ott is vannak érdekesebb dolgok, hogy egy éjszak alatt hogy csinálnak meg ilyen nagy területeket, de mondjuk nem Attila barátai, hanem mondjuk... hogy a francba? Hát, hogy a fenébe kerül oda? Ez baromi érdekes. Mi van kommunikálnak? Mi van ez egy jel? Nem lehet, hogy a sörhercesek voltak mindig? A műegyetésztek mindenek ez képesek. Ez egy kihívás volt? Mit akarnak ezzel üzenni? Azt kérdezed? Nem tudom, de hogy azért ezek egy érdekes dolgok, amikor itt áll a művelt ember, a maga kis, mit tudom én, 60 ezer évével a háta mögött, és ezt csak kimegy egy pacák a Jutaki szántóföldre, és ott állnak a tengerbiológusok, és azt mondják, hogy gyerekek, nem tudjuk megmondani. Meg fogják fejteni. Nem tudjuk megmondani. A gabonaköröket is megfejtették, ezt is megfogják. Lehet, hogy egyébként ez egy előrelépés a gabonakörökhöz képest, a bálnatetem. Bizony. Hogy gabonakörökkel kezdték, és most már bálnatetem? Igen, bálnatetemek jelentek meg, stb. Na most így elnézve. Jó, ha üzenet, mit üzennek? Vigyázz, téged is fel tudunk kapni? Vigyázz, elviszik a házadat? Tehát akkor mi az üzenet? Tehát üzenjenek egyértelműen. Uh-huh. Írják bele a földbe, hogy hello. Hello. Hello, Schweiger. Én a légy vagyok. De írjanak valami egyértelműt. A Kmetor bolygóról jöttünk. Mit tudom, adjanak egy üzenetet, leraknak egy bálnát, hát ezt mi nem tudjuk megfejteni. Vagy lehet, hogy a bálna olyan intelligens, hogy ezzel üzennek nekünk valamit, hogy gondoljatok a bálnára? Egyetlen dolgot tudok elképzelni, hogy az üzenet a bálna alatt van. Mi voltunk a bálnában? Mi voltunk a Sirius csillagképből, csak rátette a hülye a bálnára. Egyetlen, vagy csak nehogy húzzák, mert ha emelik, megmarad a felirat, viszont ha húzzák rajta, elmosódik. Soha nem derül ki. Igen. Írja egy hallgató, hogy ilyen jelenség már máskor is volt. Tornádó kapta fel és lerakta valahol. Aha. Na most ezt hát nem. A tornádót azért csak észlelték. Meg ezt elmondták tengerbiológusok, hogy azért ott lem vagy ott a kis bálnácskáddal, meg ott úszkál, azért ezt úgy nem kapja föl. Tehát ez nincs. Ezt kilőtték, azt mondták azonnal, hogy ez nincs. Ugye, hogy megdöbbentő? És mi lehetett a bálna utolsó gondolata? Anyád, valami visz. Tegyél már le, köcsök, tegyél már le. Hova viszel, rohadék, hova viszel? Volt már ilyen, amikor 2010-ben vagy 2011-ben már egyébként volt ilyen. Le hova? Ugyanígy egy bálnát. Igen? Azt se tudták, igen. Akkor náluk ez a ilyen rendszer, a bálna. Csak mi nem tudjuk megfejteni, tehát a bálna tulajdonképpen azért van a Földön, hogy az UFO-k üzenjenek vele. Igen, lehet, hogy náluk a bálna egy mozaik szó, és B-A-L-N-A-T, és akkor, ja nem, az bálnat. Lehet, hogy úgy mondják. Tehát, hogy ez náluk egy mozaik szó, és rá kéne jönnünk, hogy ez mit jelent? Szerintem az van, hogy még várni kell egy kicsit, és amíg leraknak még, mit tudom én, 20-30 darab bálnát, és a végén azokat a pontokat össze kell kötni egy vonallal, és akkor jön ki a felirat. Egyébként ez is jó. De mi valahogy Új-Zélandnál volt, vagy Skóciánál volt. Hogy bálna. Valaki vegye már a fáradtságot, és az elmúlt 5 év bálna találatokat keresse már meg a térképen, és állítson föl egy, nem tudom, egy kis rajzot róla, hogy tényleg mi a fenét üzenek. Kössük össze, hát lehet egy betű. Tényleg. Igen. És ha azt írja, hogy egy Pataki Attila. Vagy Edda. Edda művek Miskolc. Az óriási lenne, hogy azért az óriási nem a rock. És tudod, így tényleg elkezdjél valaki rakni. De a művek Miskó Új-Zéland szól, és olt, és tudod, és ki. Higgyetek Attilának. Ne a szemeteknek, higgyetek Attilának, higgyetek, igen. Na jó, hát egyébként érdekes ez a történet. Csalúról jött föl. Tényleg a másik oldalról? Tehát Kínából? Há, Kínából jött? Leúszott ott a tenger aljára. Átúszott a magmán. Azt tudjuk ki. Ott kicsit meleg volt. Nem volt fűszagú. Na jó. Igen. Valaki ezt írja, Viszmajornak számít a bálna csapás? Egyébként ott állok a szántóföldön, és ez a bálna agyonvág, az mi? Fizet a biztosító, vagy ez Viszmajor? Ezt így hívják ezt a farmot, hogy Viszmajor? Igen, van a vadkertmajor és a Viszmajor. Ja, nem is a Jutaki Viszmajor. Na, híres major. Na jó, nem tudjuk megfejteni. Én imádom az ilyen történeteket, gyerekek, bálnák potyognak az égből. Azért ez mindig szenzációs egyébként. 8:04 Óven bácsira Beru nénire lehet jelentkezni. Jó, ha van kedvetek játszani, akkor tegyétek meg, hogy dobtok nekünk SMS-t. Ha valahol útlezárás van, torlódás van, írjatok, hogy mi a helyzet. Jó, és hát kerüljetek azokat a helyeket. Mondjuk most, Kata, hogy hol van. Mondjuk, jó, figyeljetek, hogy hol vannak útlezárások, nagy káosz lesz ma a fővárosban és környékén, illetve néhány vidéki nagyvárosban. 8:04 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 7:45, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis depes mód után, gyerekek. Hát ezért ez mindig jó, nem? Bizony. Igen. Mit akartam?
Na. Ja, itt vagyunk. Nem, Zsűlit nézegetett ilyen kis kameraképeket, hogy mi a helyzet az utakon. Hogy honnan vannak ezek a videók? Szörnyű dolgokat nézel te itt a gépemen, igen. Ne, meg lehet nézni a Moszkva teret, meg a körutat, a Hungáriát, kis Jusztrímen keresztül, hogy hol, mekkora dugó van. A Miskolcon a Felső Zsolca irányából a József Attila után szintén demonstrálnak a fürdőszobaszalon előtt. Rendőrök irányítanak, és egy sávra szűkül a forgalom. Ezt Timi küldte nekünk, hogy ott is elég nagy dugó van. Köszönjük szépen az SMS-t. Valamint, hát az M3-ason igen írják hallgatóink, hogy már félpályás lezárás, óriási dugó, és egyelőre baleset nincsen, csak hát ott sokan próbálnak bejutni, talán néhányan nem is tudták hallgatóink közül, hogy ott is útlezárás van, úgyhogy erre lehet számítani. Na, játszunk, jó? Itt van a hallgatónk, akivel Óven bácsit és Berunét játszunk már is. Óven bácsi és Berunét. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunét. A párafarm csalogányai. Haló, jó reggelt! Még nem haló, még nem jó reggelt. Hát attól mondhatod, mert ő hallja a másik oldalon, csak ugye nem tud válaszolni. Azt, hogy Ajka és Veszprém között akkora köd van, hogyha kiszállni pisilni, nem látnám a bottom végét. Oh. Ezt Tom küldte nekünk. Aha. És a négyes úton Kisvárdánál szép is van demonstráció. Félpályás út lezárás, ezt Laca küldte nekünk. Ha dohányipari dolgozókat is említhetnétek a demonstrálók között... Meg is említettük. Megemlítettük egyébként, mondtuk, hogy te voltál azon a bulin, ahol most ők demonstrálnak, ugye? Vagy hát ugyanaz a buli, akik most demonstrálnak, ugyanabban a buliban voltál. Igen. Nem? Hát de. A PM, nem? Ott nem a PM? Igen, de ott nem demonstráltak. Nem, csak hogy te ezeknek a bulián voltál. Így van. Pénteken, vagy nekik a buliukban. Igen, szombaton. Ja. Na. Ja, óljuk tovább. De voltál most valahol. Voltál valahol, az most valakit megdemonstrálnak, hogy tedd össze a kettőt. Miért csinálod? Mindenbe belekül. Nem miattam demonstrálnak, haló. De az mindegy, te voltál valahol, és csináltál valamit, nem? Aha. Na, akkor most hülyeséget mondott, vagy nem mondott hülyeséget? Nem mondott hülyeséget. Én nem mondtam, hogy hülyeséget mondott. Ne, elképesztő. Ne nekem, gyere már. Miért már ez a szőrszál hasogatás? Nem hasogatok én semmit. Mindenkinek tök nehéz. Minden én is szenvedek, van egy csomó gondom, érted? Basszus, él, új a pult, mostan olyan, a fülesek is újak, nem is szól egyébként, kicsit fele más, mi? Érted? Nem sokára szület, de velem cseszőgyém, hát nem az én. Na, pont már kérdez. Egy megoldás van. Verjük meg a Feri. Egyébként verjük meg. Azt most már is komolyan mondom, verjük meg. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia, Kata! Igen, Kata, és Botond, a kisfiam. Szia, Botond! Kata, Botond. Mindenki ott van. Mit csináltok? Utaztok? Éppen úton vagytok? Éppen az iskolába érkeztünk majdnem meg, csak a Villányi úta a 11. kerületben nagyon be van dugulva, úgyhogy most félre is álltunk, amíg telefonálunk. Nagyon helyes. Az nagyon jó. Nagy dugó van egyébként? Tapasztaltátok már, hogy találkoztatok demonstrálókkal? Hát szerint még demonstrálókkal nem találkoztunk. Az M1-es, M7-es közös bevezetőjén teljesen jól járható szerintem ebben az időben, úgyhogy minden rendben volt eddig. Nagyon, nagyon klassz. Ez akkor egyelőre jónak. Jónak tűnik. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berú néni. Jó, figyeljetek. Jó, jön a karácsony. Ez mi? Készül Berú néni. Az ajándék. Berú néni megtalálta a tavait, és kiderült, hogy még működik benne az elem. Azt hittem, Óven bácsi borotválkozik. Nem. Berú néni borotválkozik. Berú néni csinál valami szörnyű dolgot, igen. Na, jól van. Vágok egy csapást. Levágom az öreg, még oda találja. Szereti az öreg, ha csempe vagyok. Aha. Na, kijelölöm a kék túravonal. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Okay. Na, 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 na. Jézus, atya úristen. Ez valami Szilvinek hívják az előadót. Az biztos nem. Péter biztos Szabot, nem. Péter biztos Szabot, nem. Tök úgy hallgatott. Nem. De szinte biztos, hogy az eredetit még Bartók gyűjtötte. Akkor lehetem még egyszer létszüve. Jó nyomom vagy, hasonló az, amiben ők is utaznak. Hasonló stílus, de nem Péter Szabó, Szilvi és a Nox, ők már nincsenek egyébként. Aha. Persze, hát még lehetnek, mint feladvány. Mutatjuk, figyelj! Okay. Na, 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 na. Esetleg egy hosszabbat létszüve, ebből nem jó, tudom. Jó, mutatjuk, kivettük a bögrét, figyelj!
Na 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 na. Gyerekek, ha egyszer ki akartok szúrni velem, vegyétek ezt meg nekem CD-n. Jó. Amitől jó, a szörf feláll a hátamon, pedig nagyon tehetségesek. Passzus, óriási. Mást. Mutatjuk még egyszer, figyelj, meg lesz, ne add föl, figyelj. Jó. Na 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 na. De lehetne a húgom vagy a nővérem. Aha. Hát nem tudom. Ezzel most elég sokat segítettem, mert nagyon jó arc vagyok. Hogy a húgom vagy a nővérem. Valami a sisters? Aha, nem. A sisters? Hogy hívnak? Engem hogy hívnak? Gyere ide, Balázs. Balázs, van ide, neki képzeld egy másik igen, nevét. Milyen Balázs vagy? Sem tudja. Tudod, hogy milyen Balázs vagyok? Na. De nem. Mondd ki, nem mondd ki, milyen Balázs vagyok. Nem tudod? Ez fáj. Én annyira izgulok most, hogy nem tudok semmit, de teljesen. Mondd már. Van a Vadon Jani, a Rákóczi, Feri meg a... Így van. Milyen Balázs? Folytasd a sort. Pisteres. Elvázd az öcsimet. Van elég baja, jó. Szegény. Na. Éppen úgy visít, mintha vágnak hétvégén. Van elég baja, ne bánst. Nincsen valaki... hosszabb, amit be lehet még mutatni, minden? De kérlek, folytasd a sor. Milyen Balázs vagyok? Vadon, Jani, Rákóczi, Feri. Na várj, most azt a kérlek, meg, milyen Balázs vagyok? Most játéktól független, hogy hívnak engem? Hát figyelj, ez most nem épült be. Ez van, érted, ez most nem jött. 20 éve nyomom az ipart, és nem tudod a nevemet? Na. Hát valamit akkor nem csinálok jól. Kata. De milyen Balázs vagyok? Mindig Balázsként emlegetem. Balázs, Feri, meg a Jani. Én a Balázs. Hát te csak egy Balázs vagy. Lassa, 20 éve médiázom, és nem tudják a nevemet. Az ennyit tudják, Pari. Te senki. Az a vöröshajú fiú a tévében, aki énekelget, az milyen Zoli? Kicsoda, még az a vöröshajú fiú, aki egykor vörös volt, most szőke, és Zoli, és énekel. A Klaudiával szokott egy műsorra szerepelni, még zsűrizik is. Ő milyen Zoli? B. Hát nem tudom. Mindegy, akkor megnyugodtam az őrevicsitől, de most nem mondtad volna, hogy Berecki Zoli, de az én nevemet nem tudod, akkor... Aki utánunk jön fiú és kívánság műsort vezet itt a rádióban, Csabi, ő milyen Csabi? Hát nem Rákóczi, mert az te vagy, Feri. Igen, ha, nem vagy erős vezeték nevekben. Most gyerekek, én nem szólalok, hogy osztott tízig. Hogy osztottad be az életedet, hogy az első felében a keresztneveket, a második felében pedig a vezetékneveket is megtudod? Na jó, nem kezdik izni. Dehogyis, segíteni akarunk. Hát figyelj, azért csak ennél jobbat én már nem tudok segíteni, mint hogy engem hogy hívnak, mert ha megmondod a vezetéknevemet, akkor tudni fogod, hogy ki énekel. Mert be fog ugrani. Aha. Mert a kettő ugyanaz. Igen. Igen. Benyú néni ezt a szart kapcsolja már. Hát lejjebb vette, maradjom, lejjebb vette. Azzal a szőrrel már egy matracot meg lehet ölteni. Szerintem azt hiszitek, hogy hülyeskedek, pedig nem, de hogy hiszem. Tudod, hogy fáj ezek, vagy nem tudod a nevemet? Nem hiszem. Az a baj, hogy komoly. Bocskor Balázs. Igen, bemondanád, még megnyugodnék, de továbbra sem mondod be. De lehet, hogy én vagyok az egyetlen az országban, aki Balázs nem tudja vezetni. Sebestyén. Hát igen. Na, jaj, ne szívas már. Nem a Márti az énekel? Sebestyén Márti? Hát dehogy nem! Hát itt van a megfejtés. Óriási tehetség, meg a húgom, meg egy család vagyunk, de gyerekek, a szőr feláll a hátamon, de tényleg. Nem akarok tovább élni, amikor meghallom. Ez elég nagy baj, de mindegy. Nem szereted ezt? Ez Feri, nem, kövezd meg, de nem. Tehát, hogy tudom, hogy vannak hibáim, de nem szeretem. Mert te aztán gondolom, annyit hallgatod. Én nekem áll, ez szól. Mert te aztán nálad három best of CD van. Jó, hát lehet, van. Hogy neked ez... De igen. Na, menjél ki a kocsithoz, és most hozzá be egy CD-t. Nincs benne CD. Na, nekem akkor ne kapuzzá már, te állandóan Deep Forest-et hallgatsz. Ne, hagyjál még már. Egy azt nem, meg. Verjük már meg. Horsós Unitra Magnum. Nem szereted a Deep Forest-et, pedig állandóan nálunk éjjel-nappal a Deep Forest, és Sebestyén Márta szól. Hagyjál már! Na, itt vagyunk, bocsánat! Ja. Igen, itt vagyunk. Mondtam Sebestyén Márta, hallottátok? Igen. Hát Kata, nem tudom, nem hogy mit csináljunk vele. Fél óra, mire kizettünk belőle. Figyeltek, karácsony van. A kisfiam, most érkeztünk ide a suliba, úgyis övé lenne az ajándék. Uh-huh. Vagy valamelyik Pető intézetes kölöki a társai közül. Istenem. Na jó. Jó, adjuk. Jó. Most adjuk már oda Rákóczi Ferenc, jó? Én úgy gondolom, hogy Sebestyén Balázs is amellett van, ahogy van a János is. Mondd már el ezt többször, hogy Sebestyén Balázs, mert azért ha 20 évig ez nem épült be, azt nem én mondanám. Kata? Sebestyén Balázs
Sebastian Balázs. Sebastian Balázs, köszönöm szépen. Drága vagy. Figyelj, megadjuk, jó? A Deep Forest meg Sebastian Márta valahogy kicsúszott. Illetve pontosabban kiszedtük belőled, de vagyunk egyre drágák, hogy ezt mi most odaadjuk neked, csak azért, mert tényleg karácsony, januárban elhasaltál volna, de mi most ezt karácsonykor így odaadjuk neked, nektek, jó? Jó, köszönjük szépen. Te milyen kata vagy? Te milyen kata vagy? Szabó. Na, szóval jó, van, az megnyugodtam. Köszi, Kata, vigyázzatok magatokra. Oké, köszi, sziasztok. Ciao, sziasztok. Hello, hello. Hogy elmenekült? Na, hát... Van még mind dolgozni. Én nem gondoltam volna, hogy... De mindig van meló arról a téledben. Ne. Ha könyved lesz megint, nehogy a vezeti nevedet csak egy senki Balázs. Nem veszi meg. Senkit nem fog érdekelni. Az lesz, igen, Sebestyén. Jó, oda kellett adni, persze. Igen, még ha az igényezően a nagykövete Rákóczi Ferenc is akar. Igen, igen. A 30 éves Deep Forest rajongó, igen. Bánt benneteket. Az, hogy az M1-esen a 6-os kilométernél van egy dugó, és lassan halad a forgalom, a 22-es kilométernél is, ahol baleset van, valamint a Szentendrei úton befelé a Békási Sorompó után szintén demonstrációt is óriási dugó. Elvileg a pesti rakparton nincs tüntetés, de a déli irányban az is elesett, jobb reggelt, ezt pedig Roberto küldte nekünk. Na, gyerekek, 9 óra után vendégeink lesznek, mert hogy mondtam, hogy van a közszolgálati televízióban egy műsor, amit én nagyon kedvelek, és ti is belenéztetek, ti is szeretitek. Ez a kis virtuózos műsor, ugye virtuózok, igen, ez volt a címe, és jönnek hozzánk. Hihetetlen és én vagyok az igényezzene nagykövete. Én, aki azóta, amíg ezt a műsort nézi, azóta bakhot fütyül esténként a izé. Igen, persze, és sorszinfóniát ingaz, persze. Hallottad, ahogy azt a G-hangot... Jó, helyre jönnek a gyerekek. Hallottad, hogy azt G-hangot kitartotta az a lány. Ezzel jön be étvőn. Nyilván nem azért jönnek, hogy itt egy versenyzongorák komoly zenei műveket adjanak elő. Kicsit beszélgetünk velük, megszólaltatunk egy hegedűt, megszólaltatunk egy fuvolát, úgyhogy és megszólaltatunk még rengeteg hangszert. Sajnos nem tudjuk. De jó. A kis Misi zongoráját megszólaltat, mert ő csak versenyzongorán játszik, és azt nem tudtunk szerválni, viszont jönnek 9 óra után helyesen. Ez nagyon jó, nagyon aranyos. Én nagyon szeretem a tehetséges gyerekeket. Én is belenéztem a műsorba. Gyerekek, hallottok most engem, én nem szeretem a komoly zenét, viszont ti nagyon szimpatikusak vagytok. Én is így vagyok vele, hogy komoly zenét nem nagyon kedvelek, de hogy ők játszanak, az az áhítat, az a szeretet az arcukat. Tehát az egyszer megdöbbenünk, ha 6 évesen valaki így zongorázik. Tehát ez kicsit irigy is vagyok. Beszélni akarok az anyjával. Mert egy évünk van, és nem fogunk tudni felzárkózni. Úgyhogy 9 óra után velük folytatjuk, de 8 óra után is van téma, úgyhogy jövünk a hírei után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello Feri! Hello Jani! Hello! Drága hallgatók! Balázs! Jó reggelt kívánok! Igen, itt fejtegettük egyébként, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy hívnak téged, és hogy hívnak a Ferit? Nem az a van a baj, hogy valaki nem tudja, dehogy is, nem ezzel van a baj. Azokat kevésbé szeretjük, akik nyereményvadászként, ugye erről beszélgetünk, úgy telefonálnak be rádiókba, hogy egyébként nem ismerik a műsort, nem hallgatják, nem tudják, de hallják, hogy való játék van, és akkor átkapcsolnak a Juventusra mennek a Musicról átmennek ide, és mindenhol mindent összegyűjtenek. Ugye van ez a nyereményvadász típus, aki egyébként egy elég hálátlan típus, mert azt neki 26-ot, és még kijön a kitelepülés, és ott még elveszi az öregnéni elől a bögrét, még megver egy 6 éves gyereket, hogy kivegye a keziből. Nem, és csak ellöki. Neked van a kérdez, ellöki, igen. És tudod, van, aki minden rocson ott van, és ő áll az első sorba, és félrelők mindenkit, és már 26 valamilyen van, de van a nyereményvadász típus, aki kapcsolgat rádió között, és egyébként vidáman eléldegélnek ebből. Egyébként döbbenet, színes tévé, plazma tévé, turmixok. Hogy hívnak téged, vagy hogy hívnak téged, ezt meg kellett volna komolyan kérdezni, vagy hogy hívják a Csabit, vagy milyen műsor van még. Mert gyanús egyébként. Hogy senkit nem tudott. Hogy senkit nem tudott, és hogy arról van szó, ami ha kitalálja a játékot, ugyanúgy jár, de hogy az a típus, az nem annyira jó típus. Legalábbis mi műsor készítőként azt az egyet nem szeretjük, ha valaki nyeremény vadász. Ugye? És már a Dénes Tominál halad a Juventuson délután, és utána, mit tudom én, mindig meg már téged a... téged hallgatlak, Tomi. Igen, igen, és mit tudom én, a Musicon délután kettőkor betelefonál, és tudja a játékot, és mondja a megfejtést, és nyer még egy 26. turmix gépet. De aztán nem tudod, hogy mit csinálj, mert eladja. Viszont azokat imádjuk, akik mondjuk adott esetben Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából átjönnek egy kitelepülést kedvéért, csak azért, hogy találkozzanak velünk, és igazából nem is érdekli őket az, hogy kapnak-e valamilyen kis ajándékot ezért cserébe, egyszerűen a lojálisak a műsorhoz, imádnak minket, vagy akik reggelenként minden reggel ott vannak, mondjuk a honlapunkon, igen, és ott csetelgetnek. Igen, Anna is szűrje
a nyereményvadászokat egyébként, de nálunk vannak olyan hallgatók, ezt nyugodtan elárulhatjuk, nem kulisszatitok, akik egyszerűen hát tiltó listán vannak, mert hosszú-hosszú hónapok óta tudjuk, hogy járják körbe a rádiókat, és ahol játék van, ott megpróbálnak bekerülni. És mindenhol elmondják, nem, hogy úgy szeretünk meneteket, és csak ti vagytok, és a fél óromban hallott máshol. De őket is szeretik. Őket is szeretik, igen, és mindig csak az ajándékra mennek. De bármi, és bármit adsz neki, egy nyakbaakasztó, azért is megöl bárkit. Egy bögre, félrelök bárkit, ugye? Van ez a típus. Kata, nem biztos, hogy az volt, csak érdekes lett volna megkérdezni, hogy hívják a Ferit. Azt tudta. Most mondta, azt mondta. Azt bemondta? Így bemondta, hogy tököli. Igen. Na, Csabinak se tudta a vezeték nevét. Nem, pedig a Csabinál többet senki nem mondta a vezeték nevét az elmúlt 10 évben rádióban. Igen, igen, a, igen, tehát, a, igen, tehát a, igen. Előtte, gyerekek, utána. Építeni kell, hát ennyi. Jó. Szia Csabi, szeretnék előbb a nevemet mond. Házi miért? Jó. Mit kérsz? Igen, csak mondjuk, hogy januártól sokkal igen? szigorúbbak leszünk újra. Tehát karácsony van, gyerek ült ott, bemondta, jó érzékel, egyébként nyilván mi minket adásba tesszük, tudjuk, hogy gyereke van, azt is, hogy hova megy, azt is, hogy betőintézetet, mindent tudunk a hallgatóról, mire adásba került, tehát amit elmond adásban, az nekünk már sokszor nem új, hiszen Júli vagy Anna megkérdezi, de januártól szigor van. Tehát januárban majd egy ilyen van, hogy se az előadó nem megy, se, nincs. Aha, gyerek, hozzá. Lehet, nagymama, beteg, cukor, szürke álljuk, bármi. Aha, tehát az álmatlansággal az a szív, ami most még benned dobog, hogy majd már hétvégétől hello az alvásnak. Aha, megverjük. Azt kivesz. Most már tényleg verjük meg a Ferit. Igen. Én mondjuk úgy megnézném, hogy mi hárman verekszünk. Azt én is. Egy nagyon nagy lerészegedés után, egy ilyen őszinteségi roham után egyszer csak elkezdünk nagyon verekedni. És birkózunk, tudod. És tudod, az a tatás birkózás, hogy lögdösöd, fölborítod, bénázol, igen. Na, csak visszatérve egy fél pillanat, tehát a januártól szigorítunk. Uh-huh. Jó? Tehát januártól igenis várunk előadót, várunk nevet, ha valaki nem tudja hármasugrás, nincs lelkiterról, gyerek, tényleg, nagypapa, nem tudom, utolsó végrendeletében még egy klasszafemes bögrét kért, ezt kívánta, uh-huh. Igen, hogy a kis öcsikének legyen. Most lehet szívek vagyok. Itt a most igen. Erőjött eszembe a fát, megvetét? Meg. Jó. Nem. De januártól egy picit szigorodunk, mert én magam is észrevettem, mondjál valamit, azt odaadunk mindent. Igen. És ezzel mit csináljuk? Hát a nyereménycsomagnak az értékét is, ugye, hát levisszük. Uh-huh. Tök igazad van, hogy is hívják? Hogy is hívnak Balázs? Hívjál már ma így. De, hogy is hívják Balázs? Hogy is hívják Balázs? Tök igazad van, hogy is hívnak Balázs? És ha már szóba hoztam most a honlapunkat, akkor elmondanám, hogy, de hogy van, nekünk, kötés, van nekünk most egy játékunk is. Így készültök ki ti címmel, indítottunk ugyanis egy fotóversenyt. Ide várunk mindenféle izgalmas, érdekes, de elsősorban mulatságos fotókat. Az első helyzet 50 ezer forintot plusz egy Morning Show meglepetés ajándékcsomagot, második helyezett ajándékcsomagot, a harmadik meg egy kisebb ajándékcsomagot nyerhet. 50 ezer forint cashről van szó, rengeteg pályamű érkezett már, lehet rájuk szavazni, gyakorlatilag egy-egy lájkkal lehet őket közelebb lögdösni az első hely irányába, már rengeteg van fönt, nézzétek meg, csekkoljátok, röhögjetek, lájkoljatok, és töltsetek fel új tartalmakat. Így van. Ezen aki nem kívül... tölt fel, az is tudjon, tud szörfözni, fölmegy, megnézi, röhögkettő. Így van, érdemes tök megnézni. Jó egyébként van, mindenképpen. Jók rengeteg van már fönn. És nagyon beteg, fel, beteg fotók is fönn vannak. Igen. És van még egy rovatunk, ez az adok-kapok rovat, ami így karácsony környékén mindig felszokott élénkülni, ide is várjuk azokat az embereket, akik egyrészt segítségre számítanak, mert hogy gondjaik vannak, és ezeket a gondokat remélhetőleg jó szándékű hallgatóink meg fogják oldani, vagy legalábbis segítenek az elviselhetőbb tételükben, szóval aki segítséget vár, illetve aki segítséget ad, az is látogasson el az adok-kapok rovatunkba. Igen, ez fontos, hogy nem pénzért adunk, nem, hanem nem. A fölajánlunk egy turbixgépet, mert nekünk nem kell, ez van három tévé, és egy rájöttünk, hogy minek három, nem vagyunk boldogabbak. Itt egyfajta cserebere folyik, semmiféle pénzmozgás nincs, ez nem egy internetes piactér. Igen, ez egy nagyon jó rovat, nagyon szeretjük, feltesztek bármit, ami nektek van, vagy ha ti kerestek valamit, és hiány van, akkor elmondjátok, hogy kellene, nem tudom micsoda. És valaki pedig elolvassa, lehet, hogy ő nem tett föl semmit, de elolvassa, felhív benneteket, és jó találkozik a jóval. Ez egy nagyon, nagyon jó kis rovat, nem pénzalapú. Nem. Aki pénzért akar értékesíteni, az ne ide jöjjön. Jó lelkű embereket várunk. Jó, viszont jó érzés tényleg akár egészében bármit föltenni, hogy nektek ebből sok van, vagy nem kell, vagy már nem használjátok, és pillanatok alatt gazdára talál. Ez a morningshow.hu-n szintén, ahogy Jani is mondta, az adok-kapok rovat. Na, a Szentendrei út, a Megyeri híd és a Mátyás király út között elesett, azt követően az Árpád híd irányába jól járható, mézes kalács készítő küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Ugye ma demonstrálók vannak országszerte, útlezárások, úgyhogy elég nehezen lehet haladni. Viszont jól járható az Egér út, az M1-es, M7-es, Moszkva tér és a nyugati pályaudvar. Legalábbis
mindez idáig. Miskolcra a 37-es felől 6 kilométeres a dugó, az új autópálya felhajtójáig ér, ott is ugye demonstrálnak. A fehérvári elkerülőn az Úrhida felüli új csóri körforgalma 5-6 kocsi összekoccant, hatalmas a köd, mindenki menjen óvatosan, és a Hűvösvölgyi úton kifelé a jobb oldalon végig folyatott gázolaj nagyon csúszik, ezt Blinyó küldte nekünk. Ugye ma sokan demonstrálnak, legyünk velük megértőek, nyilván nem azért csinálják, mert jó kedvük van, persze ez a hétköznapi nem demonstráló autósoknak bosszantó lehet, de ennyi szolidaritás talán belefér, hogy egy napig az ember egy kicsit úgy ül a dugóba, hogy amikor elmegy mellettük, nem akarja az összeset megölni. Anyázni és letekert ablakkal a középső ujjukat, hogy miért nem hétvégén tüntetsz paraszt felkiáltással, ugye? Szóval, hogy ennyire talán lehetünk azért így velük együttérzőek kicsit. Legyetek tapintatosok. Jó, például, hogyha Balázs is látjátok, akkor ne rögtön az legyen, hogy miért nem ész, ahogy is hívják Balázs. Igen. Na, egy nagyon helyes cikket olvastam Vilmosékról, Katalin Vilmos, ugye megy a PR gépezet, de most végre nem valami pozitív, mert ők nagyon jól csinálják ezt a PR gépezetet maguk körül, turista osztályon utaznak 16 órát, 20 fontos ruhákba öltöztetik a kis Gyurikát. Kis Gyurika? Így van? Így, azt hiszem Gyurik hívják. Turkálókban vásárol Vilmos, és maradékot esznek minden nap. Na, hogy becsapják a bejáratot, rögtön letépkedik magukról az olcsó ruhadarabokat, és rohannak a gardróbba. Igen, és megesznek 6 kiló beluga kaviárt azonnal. De most végre valami olyan hír derült ki a királyi párról, ami azt mutatja, hogy ők is emberek, és nem csak ilyen nagy rózsaszín ködben gyártják róluk a pozitív híreket, hanem van egy-két negatív dolog is. Mégpedig az, te hogy... prémium termékeket vettek valahol? Lábonítót. Igen. Katalina tuti turiban vásárol. akciós angol használt ruhát. Nem, Katalina elmondta, hogy egész egyszerűen ki nem állhatja Vilmos barátait, és hogy nem járnak együtt bulizni, mert hogy rosszul van Vilmos barátaitól, mert isznak, büdösek, káromkodnak, verekednek. Egyszerűen, tehát, hogy nem szereti őket, és ha ott vannak, ahol Katalin, akkor elmegy onnan, ha elmennek bulizni, inkább külön megy, de hogy ő ki nem állhatja a férje barátait. Isznak és büdösek? Ilyen azt értettem hozzá, ez nem volt benne a cím. Ja, tudod, mennyi turbozok? Nem hazudok. Nem rossz, de én nem végszem rá például, hogy a Móni Balai is szagolgatta volna a barátaimat. Hát tudod, van az a büdös ember, aki már nem kell szagolni, mert bejön és megcsapna, ezt egyébként én tettem hozzá. De hát gondolom erről van szó, hogy vagy zajosak, vagy tapintatlanok, vagy bunkók, vagy káromkodnak, vagy vedelik a sört, vagy nem tudom, mit isznak az angolok. És egyszer nem szereti Vilmos barátait, és ez azért érdekes. Ők olcsó kannásbort isznak, tudod? Igen. Ez azért érdekes, mert ugye a királypárról azt gondolná az ember, hogy ezt nem nagyon buliznak, kettő, hogy persze a te barátod jöjjön nyugodtan, én is szeretem, de nem, Katalin elmondta, hogy te rosszul van. És nézzük meg ezt az élethelyzetet hallgatóinknál is, hogy együtt buli, külön buli, kinek a párja utálja az ő barátait, kinek a férje utálja, amikor ötyeparti van és átjönnek a csajok, ki az, aki elmenekül otthonról, ki az, aki szobába vonul, egyáltalán mi történik. Nálatok mi a helyzet? Együtt buli, külön buli, barátok, mindenki együtt szeret mindenkit? Buli. Hát persze, hogy együtt. Hát az együtt buli és mindenki szeret mindenkit? Persze. Uh-huh. Hát hogyne? Hát nem, verjük meg a Ferit. Hát választottál magadnak. Verjük már meg a Ferit. Választottál egy párt, azt minden egyes csatolmányával együtt választottad. Az anyukájával, kezeit csokolom, mama, az apukájával és a barátaival. Közel a szentestemé. Hogy tudsz te ennyire tökéletes lenni, hogy Sebestyén Mártát hallgatsz, mindenki szeret mindenkit? Hol, miért nem szülsz nekem egy gyereket? Szűj már nekem egy, hozzád megyek. Majd próbáld meg. Ezért. De annyira... Hát kijönne valami, te azt... Annyira tökéletes vagy. Ne neveljük föl. Istenem, Balázs, nem te vagy az anyja. Szóval mindenki szeret mindenkit, mindenki jóba van, és nagy közös bulik. Az egy optimális eset. Az egy hálás történet. Megveri. A szimpatikus. Verjük már meg. Nekem is ugye most miért, ha hozzád átjönnek izét nézni, pornót, vagy mi péntek esti, hogy hívják, horrort nézni, igen? Akkor Mónika elmegy otthonról? El. Nem. Na. Nem, te mész valahova, az ugye? Az van, hogy hozzánk nem is jönnek át már, tehát, hogy... Mónika elmarta az összeset. Hogy én már ezt, igen, én ezt nagyon okosan elkerültem azzal, hogy én megyek át, aha, és nem teszem ki őket ennek a traumának. Jó, az a haverod, akihez átmentek, igen? Barátod, neki a felesége elmegy otthonról? Azt mondja, hogy nem. Gyerekek, képzeljétek el, hogy ő velünk nézi. Tessék, szereti. Látod? Ott is. Miért engem cseszegetsz? Hát nem, ő a szent. Elmondom, mi van. Általában a nők erőltetik ezt a közös bulit, gyerekek. Tehát a pasinak sokszor megvan a saját társaság, a haverok. Büfiznek, szotyiznak,
káromkodnak, prosztó vicceket beszélnek, és hülyeségekkel röhögnek, miközben vakargatják a tőküket. Most kicsit leegyszerűsítem a dolgot. Így van. És a nők azok... Mint az előbb a büdösödés. És a nők azok sokszor, akiket erőltetik ezt a közös bulit. Mert nem akar, hát veled akar lenni. Szeret. Egyszerűen nem erről van szó. Hogy érted, buli irigyek. De most őszintén kell velük beszélni. Oda beszél, és azt mondja neki, hogy fie, szívecske, értsd meg. Te még sehol nem voltál, amikor már ők itt voltak. Na ezt és nem szabad egy nőnek. Ezt mondd be egy nőnek. Azt mondd be egy nőnek. Az egy kellemes hétvége lenne. Előtted is lesznek, utánad is lesznek. Így van. Emlékezni se fogok rád. Nem, mi például nem bulizunk nagyon együtt. De ez miattam van, és ezt bevállalom, hogy mi a fiúkkal egy nagyon zárt körben állunk a bárpultán, röhögünk, és egy nagyon zártan ott bulizunk. Ja. És a sok... Ne beszélt ki őket, de ki a büdös. És sok feleségnek, barátnőnek nálunk az az igénye, hogy milyen jól lenne együtt. Aha. És mondjuk a feleségeknek, barátnőknek, hogy higgyétek el, ti baromira unnátok, ez jó duma egyébként, aha. Higgyétek el, baromira unnátok, hogy mi ott állunk, és mi nem járunk el feleségekkel együtt, hogy a csajok is együtt, a fiúk is együtt, mert hogy... Aha, mert nem hogy... lehet, hogy csak szimplán utáljátok egymás feleségeit? Aha. Jó, adásban ne. Oké, láttam a szemét. Nem érdekel. Elég a bolint a szóval. Nem, aranyosak, helyesek, de figyelj, nem, mert engem a barátaim érdekelnek. Tehát, hogy mi 30 éve vagyunk barátok, azóta egy csomó csaj lecserélődött, egy csomónak más van. Tehát, ha van egy baráti kör, ahol mondjuk 20 éve együtt van 8 fiú, és ott a csajok váltakoznak, akkor ez a csajok részéről egy erőlködés, hogy ők a többi feleséggel jobban legyenek. Ott a fiúk, akik közösek, a lányok, akik ugye össze-vissza jöttek és verődnek. Tehát kicsit náluk azért ezt értem, hogy ez egy ilyen erőltetett dolog, hogy elmész, és akkor nem találkoz egy évben egyszer valaki, és akkor Marikával egy nagyon jót beszélgetsz. Azt lehet, hogy Marika egy év múlva már nincs sehol. Aha. Érted? De nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, ismerő Vikit, hogy egyszerűen rátok pirítana bulizásban? Nem, vagy rátok pirítanát, és ti meg ülnétek ott félszegen a térdeteket bámulva, miközben... Láttam én már a Vikit bárpulton táncolni. Nem, érted? Nem, én azt mondom a Vikinek, nálunk az vagy... Ki a barátomban, Jack és Daniel? Nem kell ez az együtt buli. Tehát, hogy tehát menjenek el a fiúk is, aha. Menjen ő is a barátnőivel, és ne, persze, én irigylem azokat a pasikat, tökre, mint téged, Feri, aki tud együtt bulizni a csajával. Én nem volt, sose egyikkel se, és a feleségem is, én nem tudok. Tehát én a saját barátaimmal tudok, és akkor elmegyünk, és akkor hűlünk. Én nem vagyok ez a csajjal bulizós, de tök jó azoknak, akik így elmennek egy 20-as társaságba, csajok, fiúk együtt, az a legjobb. De soha nincs, mert hogy nekünk is van olyan, amikor csak férfiak elmegyünk. Mikor... Nálunk csak olyan van. Na értem, de nem azért, mert olyan, olyan dolog történik a buli. Mondjuk a jányokkal elmentek egy évbe egyszer. De valahova. Volt ilyen. Ja, de nem volt jó. Nem volt világos, jó. Nekik se, nekünk se. Aha. Tehát az tök jó, ha a csajnak is megvannak a barátnői, és a pasinak is, aztán az a legszerencsésebb, hogy a barátok, barátnők sokszor kedvelik egymást, de például a csaja sokkal nehezebben jön ki az ilyen társaságban. Tehát, hogy sok olyan van, ahol a barátok együtt vannak, megjönnek a feleségek, és aztán a feleség kezdi el, azt nem kedvel, azt kibeszél, az nem jó, tudod, és akkor elindul egy ilyen, tehát jobb-e sokszor szétválasztani. Nálatok hogy van, Juli? Nálunk vannak próbálkozások, amire Miró mindig hogy a Miró próbál mindig engem vinni társaságba. De vállalhatatlan vagy. A pasiaihoz, tehát a férfi barátaihoz. Igen, de én sosem tudok olyan gyorsan és annyit inni, mint amennyit ők. Úgyhogy idő után nagyon elvesztem a fonalat, és akkor van ott egy nagy társaság, akik nagyon jól érzik magukat, én meg csak ülök. És de miért nem integrálódsz? Hát így át, miért nem integrálódok, így de hát annyit nem lehet inni. Mint de most figyelj, a Miró barátainak a második, harmadik, negyedik már nincs semmi. Tehát a Miró barátainak a feleségei is nagyon gyorsan iszák részegre magukat? Nem, nekik már nincsenek feleségei. Ja, hogy már ott nincsen. Ja, úgy egyedül nőként meg nem jó. De miért tényleg kellene? Tehát menjen el, érezze jól magát, de tök jó. De... A csajok is menjenek el, és akikkel te valóban barátnő vagy, tehát a fiúnak a feleségével elmenni kényszerbeszélgetni, ez egy tök hülyeség. Menj el azokkal, akikkel te tényleg valójában barátnő vagy, ezt nem? Is értem, te ezt miért mondod? Ki az, aki ezt erőlteti, hogy akkor a társaságok férj és felesége együtt összejárjon, és akkor ma este vannak azok, activity partit csinálnak. Vannak, akik ezt így nyomják, aztán ennek sokszor jó vége van, mint lásd Ferieknél, hogy 20-an mennek, szilvesztereznek nagy brancsba, és van, ahol vagy a pasik nem barátok, és kísérik a nőt hülyén, és álbeszélgetnek a többi férjel, és nem ismerik egymást, vagy a férjek barátok, és a nők kísérik el, és akkor álbeszélgetnek dögunalmas feleségekkel. Érted? Én engedem a Mirót, menjem. Ugye? Menjen kell, az neki egyébként egy csomót van velem, egy kicsit kell, hogy ott is legyen, beszélgessen. Igen, akkor te nem csinálj. Az vagy, hogy ez a jó bulizanak, de otthon.
Gyertek át hozzánk, és akkor nem engedem őket. Nem. És te ott törölgeted az asztalt, ott a sör alá. Nem. Múltkor volt éppen szlávájuk, a szerbeknél ez egy házi szent ünnep. Ahol lehet inni. És olyankor nagyon lehet inni, és nálunk volt a sok barát, ismerős, és hát este 10-kor, hogy is mondjam, elkezdtem a Miró szerint kiutálni a társaságot, de hát igen, arról volt szó, hogy nagyon kezdtek nem bontott el újabb rekeszt. Nem. És mondtam nekik, hogy menjenek és bulizzanak tovább máshol, de ne itt folytassák. De ott miért ne ihatna ő? Tehát miért ne dőlhetne a kanapéra? Ugyanezt mondta a Miró, hogy évente egyszer ezt kibírhatnám, és mondtam neki, hogy fönt van a két gyerek, akik másnap iskolába meg óvodába mennek, és hogy nekem föl kell kelnem, tehát legyen rám tekintettel. Nem azt mondom, hogy tegyük le a fonyt. Gyereket is fogja majd ünnepelni szlává. Isznak a ízébe, menjenek el máshova, és igyanek, de nem. Tök igazad van, szerintem is így. Nem értem a nőket, akik erőltetik, ez a közös buli. Mi kipróbáltuk, át 6 ember, hülyén a feleségével, illetve át egy kicsit a feleségek elbeszélgettek, mert nyilván nincsenek nagyon jóba, meg egy évben egyszer találkoznak, miért is lennének jóba, át 6 hülye, és ez egészen volt jó. Amíg elmegy a feleség, a kicsit buliznak, nem azért, mert hogy ott az tényleg olyan történik, hogy nem láthatod, csak egyszerűen összeszokott emberek menjenek, nem? Te mész külön bulizni? Igen, a Miró nélkül szoktam, ritkábban, mint a Miró. Aha, próbáltad már beolvasztani Mirót a társulatba, vagy inkább nem? De mi, és akkor elviszem egy ilyen csajos buli. Nem csajos, az annál is rosszabb, én voltam ilyenben. Hát nem csajos buli, tehát nem arról van szó, hogy 5 csaj összejön meg a Miró, hanem hogy mindenki hozza a párját. Azért, tehát 11 éve vagyunk együtt, nagyjából közös a társaság, de neki is megvan a saját pasi brancsa, és nekem is megvan a saját csajos csapatom, akikkel néha elmegyünk és dumálgatunk, és akkor ott nincsen hely keresni valója se férfinek, se nőnek. Tehát, hogy vannak külön csapataink. Az annál sokkal rosszabb. Egyébként én már láttam ilyet, amikor a nő offenzív azért megy el, hogy szétverje a társaságot. Ül, hallgat, megjegyzéseket tesz. Na szörnyű. Még én nem találkoztam, de az nagyon szörnyű dolog. Akármi. Én meg jól hozott, te vagy az? Most elég jó vagy. Kinyírja a társaságot, utálja a pasinak a barátait, és a fejébe veszi, hogy akkor ő, mivel nem tudja épésszel érvekkel kiszedni ebből a társaságból, akkor elmegy ő is, és megmérgezi ezt a kapcsolatot, és egy idő után a srácok nem hívják. Jaj, az hát a szörnyű. Ez a legalattomosabb, legsúnyibb. Én kísértem egy csomószor a Vikit, csak a Viki éppen a melegbárokba járnak, és meg oda nem akarok. És mondtam, hogy menjen, mert ő meg a barátai, a barátcsajokkal tud, ugye azért megy csaj melegbárba, mert nem nyomulnak rá. És ki háromszor ültem helyesen, tudod, a negyedik férfi fogta meg a kezem, és akkor mondtam, édesem, figyelj, mennyi egyedül, tök jó, de hogy nem, köszönöm. Figyelj, felőle nem maradhatunk még, de mindjárt felszednek. Mindjárt egyedül mész haza. Három Jósitól és két Bélától itt van 4 telefonszám a zsebebe, hogy én köszönöm szépen, de nem ennyi buliznám, mert ők például ilyen helyekre. Kicsabáltál neki az asztalhoz, hogy nem megyünk még! Viki és ketten két oldalról. Hogy hívják, ott vonaglottak körülöttem. Lebeszéltetek barátról vagy barátnőről? Kiutáltatok barátot, barátnőt? Már hogy értettem? Hogy utáltátok, nem bírtátok elviselni, de neki mondjuk már a legjobb nekem haver... vannak barátaim és az ő feleségét? Nem, mondjuk a Vikinek a barátját vagy barátnőjét a hidegrázott tőle, és megpróbáltad megfúrni. Nem, én azt mondom, hogy menjen, az ő választotja, dehogy is, érezve, hogy jó, örülök, ha jól érzi magát, és elmegy. Hát nekem nincs jogom eldönteni, hogy ő kivel érzi jól magát. Hát, a Viki se gondol sokszor túl jót az én meg barátaimról. Meg így legalább mondhatod nekem, amikor te elmész, hogy a múltkor én is elengedtelek. Rendes rácok, csak igen, kicsit rakoncátlanok. Jó, ez egy ilyen aduászt, amikor elengeded a Vikit, hát múltkor te voltál, most én rosszul az elengedés, hát tehát nem kell elengedni, hát itt két önálló individuum működik egy kapcsolatban, nem? Hát ez az elengedlek bulizni, és néha mi így elmondjuk társaságokba, hogy mi külön járunk, és így néznek rám, hogy ti ezt engeditek? És nézek, hogy éltek? Hát, hogyha ő elmegy, akkor én sem megyek. És inkább otthon ülnek mind a ketten. Egyik sem megy. Mert nehogy már ő elmenjem, akkor én sem. Jézus Isten, hogy tudtok így élni? Tudod? De akkor, ha te elmész. Ismerek ilyen típus. És akkor vagy együtt, vagy sehogy. És ketten ülnek otthon inkább, hogy ne menjenek el külön. Tehát azért meg így sem mondom, ti atya úristen, hogy lehet így élni? Hát menjen, hát önálló ember el tudja. Nem, hát menjen, érezze jól magát. Hát, ha meg akar csalni, akkor úgyis megcsal napközben reggel. Mit tudom, 11 óra, akkor nem a buliba fog, ha nem akar, akkor meg akkor se csal meg, nem? Ez az élmény írja egyébként. Aki közben hívogat, telefonál, SMS-t küld. Mi van veled? Mit csinálsz? Hát ki kell kapcsolni a telefon. Mikor jössz? Ellenőrzés alatt? Nem, én hajnali 4-kor szoktam néha felhívni a Mirót. Mondom, hogy te vagy az. Nem, csak lecsekkolom, mert volt már olyan, hogy valami éjszakai buszról szedtem le a világ végéről, hogy hol vagy, és nem tudta. És akkor én
szóltam neki, hogy le kéne szállni a buszról és hívni egy taxit, tehát nekem van egy ilyen rossz érzésem, ha már nagyon-nagyon sokáig kimarad, olyan hajnali 4-5 óra környékén van az a lélektani határ, amikor rá kell csörögni, mert előfordul, hogy olyankor valahol nagyon messze jár. Hát olyankor megyünk még piacra kolbászt tenni, meg persze, hogy valamivel leöblítjük az estét, és akkor majd jó, erre hazaér. De így levaladva a telefonszámod, mondjuk a szávakocsi színben, hogy esetleg ha megint ott van a férjed, akkor hívja. Már van egy saját polca. Nézzük meg hallgatóinál, hogy működik, jó? Tehát, hogy együtt, külön, kikit utál társaságon belül, mit csinál a feleség, hogy alássa a férj kapcsolatait. Féltékenységből, élményirítségből. Élményirítségből van-e otthontartás, ha elmész bulizni, én is elmegyek, és két ember hazazsarolja egymást, vagy el se engedi, az a legszebb egyébként. Írjátok meg, hogy nálatok hogy van ez. Jó, SMS számunk változatlan 06. 745 0000, jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kataliról, Vilmosról beszélgettünk, ők voltak a témaindítóink, mert hogy Katalin végre nem valami pozitívat nyilatkozott, illetve nem azt mondom, hogy végre nem pozitívat, csak bepillanthattunk a királyi pár életébe úgy, hogy nem a rózsaszín felhőt láttuk, mint általában az ő esetükben mindig, ugye, hogy működik a jól felépített PR gépezet, helyesek, aranyosak, turistájárnak, és tényleg minden nap adakoznak 600 helyre, ami rendben is van. De most Katalin nyilatkozott és elmondta, hogy utálja Vilmos barátait, és láttuk, hogy ők is emberek, megvillantották emberi arcukat, hogy tényleg nem csak rózsaszín náluk minden, és elmondta, hogy nem járnak együtt bulizni, mert rosszul van. Nagyon rosszul szép van Vilmos. Az őszinteség. Igen, ez egy jó dolog. És ugye arról beszélgettünk, hogy együtt menni, külön menni, milyen típusok vannak, kik azok, akik nem engedik a párjukat, csak ő is ott van, ki nem engedi féltékenységből, mehetsz-e külön a barátaiddal, vagy jobb be, hogy együtt vagytok. Nyilván recept nincs. Mm. Ki hogy csinálja? Nem, mondjuk az az alja, amikor nem engeded el a másikat egyedül. Nagyon sok ilyen van. Az nagyon, nagyon kemény. Sok ilyen van. Tehát azt mondani, hogy nem mehetsz el nélkülem otthonról? Nagyon sokan félreértelmezik ezt az egész párkapcsolati dolgot, persze, és nem a valódi én megélésről szól, hogy hagyjuk a párunkat kibontakozni, hanem birtoklásról, egóról, nem menjél, csak ha engem viszel, vagy nem menjél külön, vagy akkor én is elmegyek, aha, és elrontom neked, vagy mi az, hogy te külön mész, tudod? Tehát sokan értelmezik ezt, szerintem nagyon félre, hogy az házasság azért nem arról szól, hogy börtönbe teszed a másikat, és vagy együtt, vagy sehogy. Tehát hogy azért ez nem így van. Na, szerintem elenged, de úgy enged. Jó, van, menjél. Igen, mennyi. Persze, kísértődés, jó, lelki hát terror, két napig nem szólok hát, hozzád. Maradok, hát ez van, hát jó. Igen. Hát nyilván csak érezd magad jól. Igen, nyilván van ilyen típus is. Ugye a hallgatóink írtak, hogy milyen típusok vannak, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Egyébként az jó, hogy ti csináljátok, hogy sokszor együtt, de te néha mész külön is. Tehát igen, az egy szerencsés, hát az egy szerencsés mondod, helyzet. Nálatok a lányok barátnő? Igen. Ezt még benyalják ott, hogy munka. Ők például a mi csajaink járnak úgy is, hogy csak ők. De ők úgy lettek barátnők, hogy jöttek rajtunk mint keresztül feleségek, igen, vagy, igen, vagy belementetek de egy olyan körbe, hogy ők már barátnők voltak, és mindenki választott. Tök érdekes, hogy a Juci barátai, meg az enyémek, azok így szépen egy csapatba olvadtak. Tehát, hogy mind a két oldalról jöttek, és nagyon nagy mázitok van. Nagyon nagy szerencse, komolyan, és akkor úgy van, hogy mind a két oldalról vannak, akikkel összejárunk, sőt, már van olyan, akik már inkább nélkülünk járnak össze, ezt mondjuk meg tudom érteni. Az nagyon nagy mázli, ha a barátnők, akik először kényszer barátnők voltak, és mentek a férjekkel, hogy megyek kicsim, és akkor mutasd be a társának, valóban jóba lett. Tényleg. Az tök jó, az nagy mázli. Mert őket a közös kémkedés a férjeik. Igen, valószínűleg. Hol lehetnek a srácok? Igen, nézzük meg. Menjünk. Nézzük. De nem, mert sokszor tényleg nőnővel rivalizál, nem szereti, nézd a Józsi feleséget, hogy van felöltözve, jaj, de utána meg tudnám ölni, a büdös, tudod. De hogyha közben barátnők lesznek, az mi egy szerencsés élet. Mi gondoljuk a többiekről, csak nem mondjuk el nekik, tudod? Ez jó, hát az a leghálásabb dolog, amikor 30-an elmentek, és akkor mindenki a jó van, a gyerekek együtt. Most a szilveszter is ilyen lesz, hogy hújújúj, reszkes eger. Ó, egerbe megy? Eger fölé egy jó kis panzióba, kérlek szépen. Ki az erdőbe, de már tervezzük, hogy behajtatunk lovas szánon, akkor is, ha nem lesz hó. Ha nem lesz hó. És ha nem lesz ló. Akkor is. Akkor is. Igen. Reméljük, lakásbiztosításuk van. Na nézzük egy SMS-t. Kell a külön buli, hogy legyen olyan alkalom, amikor eleresztetem a hajam anélkül, hogy a férjem beszólna, vagy szégyelne. Írja nekünk egy nő, tehát ő akarja elengedni magát, ez jó. És ilyenkor nem téma másnap, ki hogy viselkedett este. Írja egy hallgatónk. Ha hívjuk az egyik barátommal, micsoda, bárhova, kizárólag a barátnőjével hajlandó jönni. Ha kérdezném tőle, csáó, van kedved jönni? A válasz, hát nem tudom, szívem, van kedvünk? Júj. Atya úr is, ez egy külön téma. Szerelmes ő, biztos nagyon. Vagy nem? Jó, tudom, meg akartok verni. Oké.
Verjük meg a Ferit. Tényleg verjük meg. Két mafás, tényleg. Az szörnyű. Amikor egy barátoddal egyszer csak azt látod, hogy elkezdett papucs lenni, és a végén már nem hív, nem veszi föl, nem jön sehova nő nélkül, és teljesen, teljesen egyé válnak. Eltűnik a saját akarat. Eltűnik az én, és csak az van, hogy mi. Nem? Mert az lesz az én. Néha én meg tudom azt érteni. Hát, sok nem... esetben tényleg az van, hogy egyszerűen azért, hogy otthon nyugi legyen, béke legyen, ne cseszegesse állandóan, inkább lemond a barátairól. De nem lehet, hogy úgy jó neki. Én nem vagyok ilyen, csak most elkezdtem gondolkodni egy kicsit az ő fejével. Hogy lehet, hogy annyira kerek a sztori. Valamiért azzal a nővel van. Igen, tehát, hogy annyira kerek a sztori, hogy csak úgy tudja elképzelni, hogy ők együtt. Nincs ilyen? Csinálj be külön témában nekem, erről van egy elméletem. Jó. A papucs férj, papucs feleség, de igen, papucs férjek vannak. Tehát ez papucs nem feleség, mit kell mondani. Móni mondta, hogy nem beszélhetek erről adásban. Egyébként is kikéred magadnak, nem vagy papucs. Csak nem beszélhetsz erről adásban, hiszen mondta Móni. Azt mondja, hogy ezt az SMS-t szoktam elküldeni a páromnak, ja nem, ezt nem olvasom. A férjemmel mindketten megyünk külön programba. Én színházba, kávézóba, barátnőimmel, sörözni, lazulni a haverokkal, akár több napra is. Sose volt ebből probléma, az elengedést nem is tudom értelmezni, hiszen két felnőtt emberről beszélünk, három gyerekünk van. Akkor is ment, mikor nagyon picik voltak, nem vagyunk összenőve, ezt Kata küldte nekünk. Nálunk nincs elengedés, járunk külön is együtt is szórakozni, mindegyik esetben jól tudjuk magunkat érezni, ez működik lassan 9 éve, sok megjegyzést kapunk, hogy ez milyen jó, hogy nálatok ez így van. Szerintem ez így természetes, nem kell hozzá más, mint kölcsönös bizalom, nagyon jó a téma, küldte nekünk Helga. A férjem diszkóba megy egyedül, mindig hív önvédelemből, hogy ne zsongjanak a csajok körülötte, de én mégsem megyek, mert nincs olyan társasága, akikkel jól érezném magam. Sosem mondanám neki, hogy maradjon otthon, ha kedve van, menjen. Ide Ildi. Ez milyen tök jó hozzáállás. Ez tök jó, ez az alibi kérés, hogy figyelj, gyere már, úgyis tudja, hogy nem jön. Gyere már, igen. Hallod? Igen. Az én feleségemet mindenki utálja, a saját barátai is. Ez jó. Milyen? Ez milyen? Azt még, hogy a feleségedről leírod, mindenki utálja. Még az ő barátai is. Igen. Azért az szép, igen. A barátaimmal lehet beszélgetni a csajokról, de a csajoddal nem beszélhetsz a konkurenciáról. Így a Szatyi. Tehát ez egyik oka, hogy pasik mennek külön. Hát ott nehezek kibeszélni, de egyébként volt már rá precedens, hogy ez is beszálltak a buliba. Hát a csajokkal azért ritkábban, a csajoddal, a feleségedet ritkábban tudod kibeszélni a konkurenciáról, mint a pasikkal hülye viccekkel röhögni, meg miért. De hogy más csajokról beszélni? Igen, azért azt hát nálunk ez működik. Kérlek szépen most. Ha nálunk ez tökre működik. Tehát, hogy nálunk simán kibeszélünk más de, nőket, és beszélünk nem úgy, nőkről, nem is, annyira. De olyan tekintet, jó, nem, nyilván, nem olyan szinten belemem a témába, hát ahogy a haverjaiddal belemész. Hát ez az, hogy ugyanúgy nem tudod nőben. Hogy néz ki, érted, kétértelmű poénak, simán mennek. De haverjaiddal nem így beszélsz. Tehát nem tudsz ugyanúgy beszélni haverjaiddal, mert itt ugye arról szól az SMS, hogy nem, ugye... sajnos ez a haverjaim sokkal prüdebbek. Na! Tényleg nem, de Mónival egyébként... Engem egyszer az asszony havonta egyszer enged el. De amikor hazamegyek, akkor is megy a hiszti. Az mi, hogy egyszer enged el? Mi az, hogy elhetsz? Hát havi egy van. Havi egy. De mi, ilyenkor a nő megmondja, hogy havi egy. Most van a havi egyed, mehet? Igen, havi egyed van, és másnap pedig számon kérés, ahogy az SMS-ből kiolvastam. Még az a pasi, aki ezt csinálja, az nem tudom sajnálni. Uh-huh. Nem? Egy tehát ez kell egy alany. Szerintem ez meg lehet sértődni, lehet utána érted, de szerintem ez börtön. Ja. És az egy érdekes kérdés, hogy rögtön az elejétől így indult? Vagy az elején még az ott persze mennyire édesen? Szerintem ezek általában elromlanak így. Tehát, hogy van az a típus, aki úgy féltékeny már az elején is, de van az, aki közben válik őrülté, féltékenyén, neurotikussá, és látja, egyszer csak megmutatja a másik arcát. Aha. De kell egy alany is. Tehát, ha neked egy nő azt mondja, hogy te havonta egyszer mehetsz, és te havi egyszer mész, akkor azért ott nem csak a nő a hunyó. Tehát neked azért ki kell állni, nem? Ja. Hogy már pedig most elmegyek. Vállalom a konfliktust. Tehát a pasi valószínűleg nem megy bele. És azt mondja, jó, akkor nem akarok konflikt, ne veszekedjünk, papucsék, otthon maradok. Tehát akivel ezt meg lehet csinálni, ott a férfi is hülye. Figyelj, szerintem ez a bizalom hiánya egyértelműen. Tehát, hogy azt mutatja, hogy ebben a kapcsolatban a nő nem bízik, nem hisz a férjében. Tehát, hogyha nem engeded el egyedül szórakozni, mert azt gondolod, hogy adott esetben történhet valami, akkor nem bízol benne. Ez pedig azt jelenti, hogy a kapcsolatban valami nagyon nem stimmel. Valami nagyon hiányzik belőle, nagyon-nagyon fontos dolog. A hit a másikban. Hogy nem fogod semmi olyan dolog történni, ami miatt sérülne a ti kapcsolatotok. De olyankor azért ül ott a nő, hogy nehogy történjen valami, vagy azért vagy megy azért el a harcsi. Nem enged el. Aha. Már alapból. Nem hiszem, hogy élmény irigy. Mondjuk olyasmi is előfordul, hogy egyszerűen az ő életében, a családi életen kívül gyakorlatilag nincsen semmi. Nincsen semmi, és ezért azt mondja, hogy nem menjél el, mert egyébként, érted, ne érezd már jól magad, miközben én itthon ülök. De
nem tesz azért semmit, hogy legyen valami plusz a családon kívül. Márpedig szerintem egyébként a családélet persze az első, meg a szent, meg a legfontosabb, ha családosként éled az életedet, de mellette igenis szükséged van, igenis kell az, hogy legyen időnként mindig lehetőséged arra, hogy leerezd a fáradt gőzt, hogy egy kicsit feltöltődjél, hogy úgy meg más impulzusok érjenek, mint amik otthon érnek. Te hogy erezted le a fáradt gőzt? Elmész az öt kertbe és rettenetesen berúgsz? Na, figyelj, te nem bulizol nagyon, nem? De nekem ott van mellette a sport, ott van mellette a közös filmnézések, ott van mellette az, hogy időnként azért mi. Tehát egyikötök sem egy nagyon buliba külön. Tehát elmenni táncol, zenész, szórakozó erre a szombat éjszakába. Nem, nem a bulin van a hangsúly szerintem itt. Az elengedésem van a hangsúly. Tehát, hogy nálunk ez? Érted? Jaj! Na, hát ez van, köszönjük! Hát, bocsánat! Nem, egyébként nincs, azért nincs igazad, mert máshogy enged el egy nő, ha elmész a haveriaddal DVD-zni, mert abból nincs semmi feszkó. Két hetente. De én nem vagyok bulizós típus, tehát én nem igénylem ezt a részét. De nem lehet összehasonlítani. Tehát más, ha két hetente elmennél mondjuk be a belvárosba lerészekedni egy szórakozó helyre, azt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy abból nincs otthon feszkó, és elenged a nő, ha én elmegyek mozizni és nachos tenni egy lőrinci lakásra, vagy egy kispesti lakásra horrorfilmet nézni hajnali négyig. Tehát azért nem ugyanaz, mert azért más ám a súlya annak, hogy te belemész az éjszakába, mint az, hogy te elmész haverokkal. De ha van ilyen lehetőség, tehát hogyha van, mit tudom én, egy céges buli, vagy vagy valami vállalati, vagy adott esetben tényleg egy, mit tudom én, egy osztálytalálkozó, vagy ilyesmi, nekem nincsenek nagyon az életemben ilyen kifejezetten bulizós alkalmak. Nem kérdés, hogy elenged. Persze, hogy elenged. Nem, nincs is ilyen, hogy elenged, mert azt mondom, mondom neki, hogy ekkor és ekkor ez is ez lesz. Jó, akkor nem leszel itthon. Ennyi. Igen. Jó, van még egy SMS, ezt be akartam olvasni, aztán menjünk tovább a játékkal. Így egy hallgatónk, hogy igen, elkapcsoltam. Igen, 6 éve vagyok a párommal, és már 4 éve külön járunk szórakozni. Ő utálja az összes cimborám, engem meg annyira se érdekelnek az ő barátnői, hogy utáljam őket. Ennyi. Tök korrekt. Jól el vannak, érted. Igen. Megbízom benne, nem vagyok féltékeny. Nem érdekel, hogy mit csinál. Igen. Ha valahol megéhezik, sem érdekel, csak haza jöjjön enni. Írja Marci, ilyen szép SMS egyébként. Na jó, érdekes dolog ez, igen. A párkapcsolati témák azok mindig érdekesek, hogy ki hogy reagál erre. Játszunk, jó? 5 perc van pontosan, 9 óra, 3-as ugrás, játszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, hello. Szia, hogy hívnak? Na ne. Feri vagyok, megvertek mamát, Feri, még nem? Megfognak, igen. Aj, te, hogy is hívnak? De megnézném. Hát itt a pokroc, már behoztam a kocsiból, mindjárt átterítjük, úgy megverünk, hogy... Halló, jó reggelt! Halló! Halló! Sziasztok, jó reggelt! Hello, István. Szia! Sziasztok! István, honnan hívsz minket? Budapest, azonban a Kispest. Kispest. Te vagy, aki közlekedési SMS-eket szoktál nekünk küldeni? Nem, én. Nem, jól van. Mit csinálsz Kispesten? Hát most ott is lakok, meg ott is dolgozok. Mit dolgozol? Műszergyárba. Most képkezelő. Jézusom, én nem is tudtam, hogy van Kispesten műszemgyár. Hát, már vagy 50 éve. Nagyon szép műszemeket, nagyon szép műszemeket gyártnak. Ki az, aki segít? Halljuk, hogy ott vannak a kollégánk. 2, 4, 4-en vagyunk. 5-en vagyunk összesen, igen. 5-en vagytok. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Vihető. Mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Melyik óceánban található a Föld legmélyebb pontja? Valaki? Legalább. Nagyon sokat nem fektettél ebbe, István. Valami árok? Ne. Hogy melyik óceánban található az árok? Az árok egyébként jó, mert valójában tényleg... Akkor? Ó, a bán. Akkor melyik? Indiai. Nem, sajnos. Sajnos ez a csendes. Csendes óceán. Végül sikerült egyszer, bejutom. Ó. Hát sokáig nem jutottál valójában, igen. Hát a Mariannárokat, az árok szó ebből megvolt. Igen. Csak hogy ez a Mariannárok és ez a csendes óceán, ez 11 ezer valamennyi, nem tudom pontosan. Értem. Mert rég volt ott. Hát... Rég ásta. Igen. Nem volt senki, aki tudta volna? Mikor? Nem, nyilván hiába nem. Voltak itt négyen rajtam kívül. Tessék? Hiába voltak itt rajtam négyen kívül. Valóban a hiába a jó szó. Igen. István, ez egy rövid játék volt, köszi! Jó, köszi szépen! Ciao. Sziasztok! Szia! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Nem volt egy hosszú játék. Nem. De karácsony van, nem? Na erre nem. Ja, tényleg. Na nem. Attila most már jelen, és a kismestiek szegről végre. Érted, azért mégis csak ott van Lőrinc mellett. Majdnem érted, majdnem. Meg egy város Budapesten, a 13. vagyok. Na, nem most, nem mondom. Megverjük a Feri. De miért? Én most ő kezdte. Nem, ez karácsony ide-oda bármi, de ez megadhatatlan volt. Na, jönnek hozzánk gyerekek, a kis virtuózók. Ugye az M1 közszolgálati televízió tehetségkutató műsorának kis apró kicsi sztárjai. Hármójuk közül egy valaki még esélyes lehet, mert hogy ő finalista, ugye, hogy megnyerje a fődíjat. Ketten már egyébként kiestek, de nagyon helyesek, aranyosak, és velük beszélgetünk majd a hírek után. Egyikük nem annyira kicsi, mert másfél-két fejjel magasabb nálam, és 23 éves. Jó, de akkor is csak lassan 40 vagyok. Hát, az első randi bossza, érted, a gyerekem lehetne. Úgyhogy velük beszélgetünk majd a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 14 perccel. Hello, Feri. Hello, Bello. Mi van már? Kinyitott a bankautomata? Ilyenkor mindig átmegy, tőle a kávé is mire lefő, de hát nem tudom, mit izgulsz, mert így van 10 éve. Ah, nem, meg se lepődöm. Fél tízkor szokott eltűnni a bankautomata, ahhoz képest most én 10-kor már nincs itt, ez igazából meg se haladja az inger küszöbünket. Itt vagyunk, Jani is jön mindjárt. Kapunk közlekedési SMS-eket, ugye ma viszonylag káoszon a belvárosban, vagy legalábbis ezt ígérték, aztán valószínűleg kevesebben ültek autóba, mert egészen jól járható a demonstrálók ellenére ugye a főváros, süt a nap az M5-ös bevezetőn, ez nagyon fontos. Köszönjük szépen! Dohányipari dolgozók vagyunk, a munkánk megtartása és a családunk megélhetése érdekében demonstrálunk, elnézést kérünk mindenkitől a kellemetlenségért. Ez egy nagyon korrekt SMS, úgyhogy azért olvastam be, hogy persze én mondtuk is az autósoknak, hogy legyenek türelmesek, nyilván aki demonstrál bármilyen ügyért, vagy ügyből kifolyólag nem azért csinálja, mert nincs jobb dolga, hanem szeretne valamit elérni, úgyhogy mi ez, Lac? Behozott egy videót. Nagyon aranyos. De demonstrálókat nézzük. Aha, ott ilyen piros furgonok, igen. Aha. Igen, sok-sok piros furgon egymás mellett, igen. Mi dohányipari alkalmazottak vagyunk, mi okozunk a dúó 80%-át, innen is elnézést a kedves autósoktól. De milyen korrektek, egy nem? Nagyon korrekt. Köszönjük szépen, hogy van élményem hétvégéről, tényleg rendes fiúk. Ja, igen, te voltál velük ugye, szombaton ilyen. Trafi nagy baracskán a Baja felül érkezőket mérik, ezt futár küldte nekünk, Trafi az M3-as 87-es kilométerénél, Pest felé, ezt Attila üzent, és az M0-ásról Budapest felől a 4-es útra való kihajtás után az ülői körforgalomnál is állnak a demonstrálók, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. De gyerekek, egyetlen egy negatív SMS nem jön, mindenki szolidarít, mindenki tűri, amit kell, és egészen kulturált ütemben zajlik ez a dolog. Ez jó, ez nem? Jó, vagy nem kapunk anyázó SMS-eket, tehát az SMS falon se látszik, hogy most itt mindenki, nem tudom, a pokolba akarja őket elküldeni. Azt hittem mondani akarsz valami. Na, hozzánk közben pedig megjöttek vendégeink. Itt vannak a kis virtuózok, hát kereslek bennetek, itt jó reggelt kívánok minden, ami piros, abba bele lehet beszélni, jó? Lakatos Vivien és apukája Boros Misi és Demeniv Mihály, hello, sziasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, Viviennel még bejött az apukája is, mert hogy Vivien én Beni korabeli 6 éves. Igen, elég meglepő lett volna, hogyha bemetrózik idáig egyedül. Igen, egyedül. Kis egedűjél. Misiképp, nem osztad a zongorádat? Ne csináld, hát hogy nem osztad a kis sajnálom, de a csomagtartó még túl pici ahhoz, hogy beférjen egy zongora. Nincs kamionotok, hát hogy mész koncertre? Hát ez az. Jó kérdés. Úgy vártam, hogy megérkezel egy kis versenyzongorával, és itt valamit ki tudunk próbálni. Büszkélkedtem, hogy az Imagine-t le tudom játszani. De nyomorult. Ismered azt a dalt? Az Imagine. Az Imagine. Ezt az egyet tudom zongorá lejátszani egyébként. Megőrültél volna a gyönyörtől, hogy milyen jó zongorázom. Majd megkeresem mindenképpen. Egy könnyű zene ez. Azért gondoltuk, hogy hát, ha nem ismered. Igen, John Lennon egy kevésbé ismert kortárs zeneszerző. Misi, te vagy az egyetlen, aki döntőbe jutott el, ugye? Tehát te még versenyben vagy, ha jól mondom. Ti ketten már ugye kiestetek, te még ugye megnyerheted, ugye? Jól mondom? Igen, a korosztályos már sikerült. Hát most jövő héten lesz pénteken a ugye, amikor mind a három korosztályból az elsők fognak versenyezni, hát meglátjuk. Hát igen, az egy nagyon nagy kérdés. Én láttalak téged ebben a műsorban többször játszani, és én nem értek a komoly zenéhez. Sőt, hát fogalmazhatnék durvában is, csak még ugye azért kiskorában. De az az áhítat, és az a fajta, de nem is tudom, átszellemülés például, ahogy téged láttalak zongorázni, az valami egész egyszerűen elképesztő. Köszönöm szépen.
De nekem az ilyen fiatal zenészekkel mindig az a bajom, hogy azt látom rajtuk, hogy kicsit ilyen koravének, de közben te benned pedig pont ezt tetszik, hogy egy ilyen nagyon mosolygós, nagyon eleven, minden csínyba benne vagy típusú gyerek vagy, de amikor zongorázol, hát az valami elképesztő. Hogy sokat gyakoroltad, hogy úgy tűnjél, mint aki élvez. Hát szerintem ennek magától kell jönnie. Magától? Mindenképpen. És köszönöm szépen a kedves szavakat. Mindjárt mindenki megszólal egyébként. Mióta zongorázol, Misi? Hát 4 éves voltam, amikor hangszert vettünk, és 6 éves voltam, amikor tanárhoz vittem. Mm-hmm. Apád beállított egy zongorával egyszer csak, vagy hogy? Karácsonyra kaptam. Tényleg? Karácsonyra kaptam, és a bátyámnak vettük, mert ugye ő már zongorázott 3 évvel idősem nálam, és akkor azonnal már odaültem, az megmaradt benne, hogy azonnal játszadoztam, dalamokat kitaláltam, az akkor indult ez a szerep. És mi a baratyóval, akkor most jobb mint te, vagy ő? Hát ő itt van Budapesten, a Fazekas gimnáziumban, úgyhogy azért ő nagyon természettudományok irányban. De aha, ő is nagyon de nem lett zongorista. Vagy szépen nem, zongorázik, de... Nagyon szépen zongorázik. De te jobb vagy. Hát ezt most... De jó vagy. Nem, ő mondta. És Misi, akkor is örültél, amikor kicsomagoltad az első ajándékodat, ezt a zongorát, vagy csak akkor, amikor megláttad, hogy mekkora a csomag? Most meg kellett húzni a lepelt, és az hatalmas élmény volt meglátni egy ilyen zongorát, úgyhogy köszönöm a szüleimnek. Te már több versenyen túl vagy, mondhatni rutinosnak számít az ebben a mezőnyben, mert azt olvasom róla, hogy több nemzetközi verseny megnyertél. Jól olvasom, vagy jókat írtak nekem ide a szerkesztők, vagy rúgjam ki őket. Köszönöm szépen, a római nemzetközi zongora verseny volt tavaly, és köszönöm a zongora tanárnőmnek és a szüleimnek a segítséget. De édes vagy. Egyáltalán elvittek és segítettek nagyon, úgyhogy köszönöm nekik. Hát az volt a legnagyobb nemzetközi zongora versenyem. És mindenféle izgalom nélkül, ilyenkor az ember kimegy, ki lesz a függöny mögül, megnézi, mennyien vannak, vagy az ilyenkor doppingol, vagy látod, hogy mennyien néznek? Hát igen, szerintem. Római zongora versenyen, hát azért biztos sokan vannak. Hát igen, nagyon nagy élmény egyáltalán zongorázni nekem közönség előtt, ez is már abszolút szeretett dús, úgyhogy az már nagyon nagy lényeg, és az nagyon motivál a közönség. Úgyhogy ezt érzem. Milyen szépen beszél, nem? Nagyon motivál, milyen szeretett dús. Mihály, hát ugye a kis virtuózokat esetetben azért barokkos túlzás, hogy 23 éves vagy, ahogy látom. Mondtam, hogy megérkeztek és a kis virtuózok. És olyan magas, mint Feri majdnem. Igen. Ez a harmonika, ez mindig egy nagy rejtély nekem, hogy ezt valaki hogy választja. Egyrészt egy 5 kilós csomagot cipelni 20 éven keresztül nem egyszerű, de hogy... Kicsit több. Hány kilós? 15 kiló. 15 kiló. Az Jézus, hogy is néha megemelem a Benit, le is teszem, mondom, öreg vagy már a pád, hogy ugráljál. Ugrálunk a paterra. 15 kilós. Én megértem nálunk vidéken, mert a Sanyi bácsi játszott a kocsmába ilyenen. Igen, amíg meg nem dobták sörös üveggel. Igen, de addig viszont szerették nagyon, és onnan mondjuk van egy ilyen szeretet a hangszer iránt, tudod? Hogy azt most Sanyika, megértem, azt játszad el, hogy? Mióta harmonikázol, Misi? Hát mondhatom, szerencsés vagyok, mert kiskorom óta ismerem a harmonikát, mivel hogy mind a két szülöm harmonika tanár, és 6 évesen kaptam meg az első kis hangszert, amikor megkérdeztem felháborodva a szülőktől, hogy mikor kapom már a saját hangszeremet, mivel hogy mindenkinek van, és hogy mi az, hogy nekem még mindig nincs, és akkor kezdtem foglalkozni. Ja, tehát akartad csinálni. Igen. Aha, mert ez egy fontos dolog, én mindig azon gondolkozom ilyen korban, és Vivi apukáját is kérdezem ebben, mert most itt felnőttként te vagy egyedül, hogy mennyi a szülői szerep, érted, hogy van-e benne egy kis erőszak, hogy már pedig csinálod, fiam, már pedig csinálod, lányom. Igen, itt van Vivien is, csak még pici is ugye beült el az apukája, ugye 6 éves Vivien, és elkísérte az apukája. Bocsánat, a keresztnevedet mondod? Lakatos. A keresztem neked, bocsánat, hogy ilyen tudjuk, csak a te nevedet nem tudjuk. Lakatos Robert. Robert, köszi Robert. Szóval, hogy amit Feri kérdezett, igen, hogy mennyi ebben a szülői nyomás, idézőjelesen persze jó értelem. Hát ebben az az igazság, hogy nincs egyáltalán szülői nyomás ebben az esetben, mert Vivien 1,5 éves volt, mikor tisztán elkezdte dúdolni a kedvenc rajzfilmjéből hallott dallamot, a Nagy Óz varázslót, 1,5 éves. Na jó, de hát akkor még azért igen. Nem mondta, hogy most akkor azonnal adjál hegedűt, apu. Az első szava az volt, de már húzgálta hegedűt, ugye játszott, és a nagyobb nővére, aki csellózik, ő 13 éves most, bármit játszott, dúdolta utána. Visszadúdolta. Figyelj, Vivien, te játszottál az arénában most novemberben? November végén? Volt koncert az arénában? Igen. De édes, és azt olvastam róla, hogy kinéztél a függöny mögül. Hát hogyan? Mi volt ez a történet? Hogy kikucskáltál a függöny mögé, hogy hányan vannak? Igen. És sokan voltak előtted, szívem? Sokan. Sokan. Jó volt? Nem izgulsz ilyenkor, amikor ott ül egy csomó ember? Nem. Mire gondolsz, hogy majd most szépen fogok nekik játszani? Ugye?
Gyerekek, a hegedű a legnagyobb rejtély egyébként. Tehát, hogy olyan hát egyszerűnek az, hogy nincs néz ki. Hát legalább három pöttyöt tennének olyan, rá. Hogy valamit tennének rá, hogy a gitáron ott vannak a bundók, ott vannak a pöttyök. Látsz egy csomó minden, nem? De hogy a hegedű az, ami egyébként egy könnyű hangszernek néz ki abból a szempontból, hogy könnyű rajta játszani. És aztán az, amikor az ember a kezébe fogja, mindjárt kipróbáljuk természetesen, reméljük nem túl drága. Akkor... Nem, 4 millió szalivány, ne törődj vele. Akkor azért, hogy az ember rájön, hogy mégse annyira egyszerű. Mert ha mondjuk én összehasonlítom a két hangszert, mondjuk ránézek a Mihály tangóharmonikájára, illetve Vivienek a hegedűjére, azt gondolom, hogy Vivien hegedűjével sokkal hamarabb meg tudnék tanulni játszani, hiszen ezen csak 4 húr van, Mihály meg zavarba ejtően sok billentyű és gomb. Viszont itt látszanak a billentyűk meg, hogy ilyen pöttyök, meg minden színes. Ugye a hangképzés a nehéz a hegedűn, tehát hogy mire az első rendes hang megszólal, mert ezen megnyomod a gombot, meghúzod, akkor az megszólal. Vivienek meg, hát nekem csak megy 40. Nem, figyelj, Mihály, neked csináltak egy külön díjat ebben a műsorban? Azt láttam, hogy kaptál egy külön díjat, ugye? Hogy döntőben nem kerültél, de lett egy külön díj. Igen, köszönöm szépen, kaptam egy külön díjat, és nagyon örülök annak, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon eddig a harmonika nem nagyon elismert hangszer volt, hogy inkább a könnyű zenére volt koncentrálva, vagy népzene, és akkor, hogy nem mutathattam egy ilyen oldalát, ilyen komolyabb zenét, hogy ilyeneket is lehet játszani, és nagyon örülök, hogy itt minden tetszett, meg a zsűrik is mondtak, zsűriből spálán mondtak, hogy eddig nem tetszett nekik harmonika, és sikerült megszeretetni velük ezt a hangszert. Misi, ha választanod kellene, hogy milyen CD-t kérsz, Havasi CD-t, vagy Richard Klederman CD-t, akkor kit kérnél inkább? Jó kérdés, szerintem Lang-Langot kérnék. Ezek közül. De egyébként egy csomó mindent csinálsz, azt olvasom rólad, hogy a zongora mellett, nem arról szól, hogy itt gyerekek felnőttet játszanak, és 20 órán keresztül komoly arccal ülnek a zongora mellett, és koravének, egy csomó olyan dolgot csinálsz, mint a korodbeli gyerekek, ugye? Igen, így van, hát járok heti 3-szor úszni, hát a heti 3 az nem mindig annyi a zongora miatt, ugye, mert ugye sokat kell gyakorolni, úgyhogy az néha kevesebb. Hát járok tavasszal is ősszel teniszezni, heti 1-szer. Na, az nagyon tényleg? Igen. Maratis Györgyhöz, az nagyon... Végre valamiben lenyomlát, végre valamiben meg tudlak verni. Nem biztos. Mikor érsz rá, játszunk 2 szettet? Hát... Biztos nyerne. De ezt hát egyébként hűlök, persze. De ahogy igen, ahogy egy csomó mindent. Focizol is, azt olvasom, hogy... Hát csak az osztálycsapatban, úgyhogy külön edzésre sajnos nem tudok járni, és tényleg jégkorongozok. Ez egy nagyon jó sport. Wow, hát gyerekeket ennyi mindent. Nem is értem, komolyan mondom. Ilyenkor kapsz olyan instrukciót, hogy vigyázzál azért, hogy nehogy véletlenül elessél, mert ha megsérülnek az ujjaid, akkor... Igen, így van. Szerencsére nagyon jó felszerelésünk van, úgyhogy abszolút biztonságos szerintem. Úgyhogy ez nagyon lényeges, hát nagyon lehet élvezni ezt a sportot, és vigyázok azért nagyon a kezemre. Volt már, hogy valaki oda jött hozzá, hogy láttalak a műsorban, Misi adj egy autogramot, én is elmentem zongorázni, kiderült, hogy nagyon nagy tehetséges vagyok. Ja, itt például az utcán? Volt olyan? Hát tegnap például voltunk a színházban, voltunk a Pán Péter előadáson, és ott a szünetben ott iszogattunk, ettem valami kis sütét, és láttam, hogy egy nő rám néz, és utána elfordult. Na, újra rám néz, hát te vagy a Boros Misi. Tudd meg, hogy utállak, hogy ilyen jó zongorázott. 30 éve zongorázott között Chopinhez. Úgyhogy ez volt, hát ez nagyon nagy élmény volt, és azt lehet ebben gyakorolni, hogy ettől, egy ilyentől nem szabad elszállni, és hogy ez nagyon lehet gyakorolni ezen a szerénységet, és ez a legfontosabb. De helyes, hogy bárcsak tudnám, mit jelentenek ezek a szavak. A gyakorlás, a gyakorlás, a kitartás és a szerénység, teljesen ismeretlen szavak ezek. Ennyi idős korodban még te is szerény voltál, aztán hogy kinőttem. Nem, Jani nem ismert már akkor, sem akkor arcom volt. Figyeljetek csak, amikor a többiek az osztálytársaitok mennek valahová, vagy mennek focizni, elmennek bandázni, és te tudod, hogy neked be kell ülnöd gyakorolni 4 órát, akkor nem fáj a szívetek? Hát, ilyen nagyon jó osztályom van, így nem érzem magam, így... Ja, hát ők sem mennek sehova, szolidálnak. Misi, a te se jössz, mi sem megyünk. Akkor mi meghallgatjuk a próbádat. A zongorázás az nagyon nagy szeretet számomra, úgyhogy az mindig jó időt telik el azzal, úgyhogy nagyon szeretem. Én azt látom ebben a műsorban, hogy mindig, amikor zenéltek, akkor valami olyan más világba kerültök, ami számunkra teljesen értelmezhetetlen, nyilván laikusként az ember megpróbál veletek menni ebbe a világba, de hát ti vagytok azok, akik minket beengedtek, vagy bepillantást engedtek, hogy ti mit éltek át, hogy ezt így el lehet mondani, vagy ez egy baromi nehéz kérdés, amire nem is igazán lehet válaszolni, hogy ki jössz, meghajolsz, leülsz a zongorához, vagy elkezdesz harmonikázni, vagy Vivien elkezd hegedülni, szegényként nyilván ő ezt még nem tudja megválaszolni, és valami olyan dolog történik, hogy megszűnik minden. Te vagy és a hangszer, legalábbis mi laikusként ezt így látjuk.
Szerintem nagyon fontos, hogy a zenész ne önmagának játszon, hanem a közönségnek. Úgyhogy ez abszolút fontos, hogy megmutassák a zenét, és ne csak úgy önmagának, hogy játszadozzon valamit. Úgyhogy ez nagyon az kicsit komoly. Öncélú lenne azért, igen. Igen. Aha, de hogy egy másik világba léptek akkor át, nem? Igen, szerintem a zene az határtalan, és nagyon könnyű ebbe belelépni, úgyhogy... Olyasmi, mint amikor te a haverjaiddal ittas vagy. Na, akkor egy más világba lépni, egy más univerzumban. Mihály, mondani akartál valamit? Hozzá akartál ezt, hogy nyilván ez így van, ugye? Szerintem egy már idézetet tudnék mondani, aki azt mondta, hogy ha a zeneszerzők ki tudnának fejezni szavakkal azt, amit szeretnének mondani, akkor nem kéne a zeneszerzéssel annyit foglalkozni. Mára idézett. Na jó, most már ebből kezdenek válni, komoly kezdenek utálni benneteket. Zongoráztok? Márai? Arél a koncert? Már 15 évesen Chopin játszik, Mára idézeteket, megőrül. Vivien, neked mi a kedvenc dalod, vagy darabod? Meg tudod mondani, melyik, amit a legjobban szeretsz játszani hegedűn? Ha a sok közül, amit ismersz. Ha egyet kell mondani. Apu segíthet. Úgyse fogjuk ismerni a fejünket. Hogy tényleg, én is azt dúdoltam ilyen éves korom. A Monti csárdás. A Monti csárdás, hát azt ismered, tudod. Gyerekek, hát a Monti csárdás. Az a Bach. Igen. Így a hallgató, hogy Jesus, abba elfáradtam, hogy Misi felsorolta, mit csinál. Igen. Na, melyik hangszerhez nyúlhatunk mi hozzá? Ki az, aki nem félti a hangszerét? Ugye Misi nem hozott versenyzongorát, ezt egyébként irigy vagy megértjük. Igen, vagy ki az, akit meg tudunk hallgatni? Viviana, nagyon szépen megkérünk, játszol nekünk valamit? Mert ugye hát te még ugye azért értelemszerűen a korod miatt egy kicsit kevesebbet beszélsz, de meghallgatnánk egy picit, hogy hegedülsz. Jó? Lehet ilyen szemtelenséget tőled hát kérni? Persze. Hogy ott, persze, ott a kopasz bácsi mellett. Kopasz bácsitól ne ijedje meg, jó, ott ül melletted. Szúrd ki nyugodtan a szemét. Jó, és utána akkor megmutatom, hogy én mit tudok hegedűn, jó? Ó, ne, inkább Mihály harmonikai játszál. A nagyszámok törvény alapján azon kevesebb dolgot tudsz elrontani. Édesem, hogy hegedül. Ennyi volt? Mondjuk ezt még én is el tudom játszani. Nem rossz. Szellemülnek közben, ugye? Hogy olyan, mint a felnőtteké válnának. És most kiszúrnád a Jani szerint. Itt most csak ilyen kicsit kell játszani. Igen, köszönjük, ez elég volt. Vivi tolná reggel, csak egy picit így belehallgatunk, de tündér ügyes. Nem érti szegény, miért kellett a bajnia. Édesem, megfoghatjuk a szegedűt? Kipra, életemben nem fogtam. Ki tudja, figyelj, ki tudja fizetni a pulitdel, ki tudja, vesz egy jobbat. Olcsóbb vagy egy drága hegedű? Olcsóbb vagy egy drága? Egy olcsóbb. Figyelj, oda tudod nekem egy picit adni ezt a hegedűt? Tanítsd meg a Balázs bácsit hegedülni. Gyere ide mellém egy picit, jó? Tehát hogy kell egy ilyet megfogni? Hát két gyerekek, hát valahol kiderül, hogy Isten áldott a tehetség vagyok. Biztos vagyok benne. Aha. Szóval így néz ki egy hegedű. Igen. Igen. Hát, ha tudod, mi a különbség asztalos szemmel a hegedű meg a zongora között. Jobb kézben? Jól fogom? A zongora tovább ég. Így jól sem? Ez az? Bal kézben? Nem, jobb a kézben? Másikban pont. Ja, te balkezes vagy. Ha, nem, van jobb kezes hegedű, meg balkezes? Persze, jobb kezes hegedű, meg balkezes. Jó, Vivi, jól fogom most? Így fogjam? Így. Aha. Ott van az a kis fekete cucc, oda betámasztod az álladat, megfogod, és nagyon így, jó, és aha, úgy... De ez egy gyerekegedő, ez nem dolgok. Fogja egy ámolt. Ámol. Isten áldott a tehetség. Atya hú. Jó, nem lehet, hogy nem jön egy normális, ugye, hogy egyszerű hangszernek tűnik? Na, ez melyik csárdás volt? Koncert. Ja, oké. A színpadon. Sebestyén Balázs! Nem. Hogy is hívják Balázs? A kis virtuóz. Aha. Lehet még javítani? Na, azt megfogtad, az meg volt. Az meg volt! Aha. Bármi volt is, ez meg volt. Csak mondom, hogy lehet, hogy a gitáron lefogsz bármit, abban van egy hang. Hogy ugye? Lehet, hogy ebből nem jön ki semmi? Csak mondom, hogy Vivi 6 éves, tehát hogy egy picit jobban nyomtam minden. Kísérletem van Mihály számára. Következő helyzet, te ugye húzod a bal kezeddel, adod a levegőt a cuccnak, és az a sok basszal ott a másik oldal, azzal te tudsz kísérni, ugye? Azzal a sok gombóccal, jó? Én játszom a fő témát. A bal kéznek van olyan, hogy ilyen kromatikus, mint jobb kéznek, igen? És van ilyen basszus. Basszust fogsz játszani, én hozom a fő témát, jó? Mehetünk? Na. Egy, két, há, és... Kicsérjen! Ez annyira feris, ez a...
Hallod? Miért gondoltam, hogy ez lesz? A kísérlet egy született volt a... tehetség, hát vagy azt kell, hogy mondjam. Hogy a kísérletet mondja. Nem vagyok biztos, lehet így körülötte. Aha, törölötte. Ja, Istenem, hát Nisike, még téged is meghallgatnánk egyébként, csak így a zongorát nem tudtál. Mihály, valami csak így az íze véget nekünk, jó? Egy ilyen fél perc, csak hogy hogy szól ez, amikor így az ember ezt így profi módon megszólaltatja. Egyáltalán mi az a csomó gomb rajta? A fehér kis apró kis pöttyököt hátul, hát azért repülőt le lehet tenni, azokat mik hátul? Hát gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a jobb kéz, csak a változatosság kedvéért a jobb kézben vannak billentyűk, a bal kézben meg gombok. Uh-huh. Ja, az nem dekoráció? A szakavatottak, tudod. Na, mit hallunk? Nekünk kicsit egyébként mindegy, mit mondasz, bármit elhiszünk. Éppen az érdekesek, hogy játszok, és akkor lehet tippelni, hogy mi is jó, volt az. Ez a beszél, aki kérdezt, Cigány György, aki válaszol, Vadó János, Rákóczi Ferenc, és ki tudja, milyen Balázs. Na. Jó? De miért ütöd? Nem nyomni kell. Nincs megérhet, de műveletlen vagy. Lambada. Az amúri partizánokat. Próbálom ráénekelni, de... Ez már a fő téma? Aha. Aha. Hát nem Sepultura. Na mi volt ez? Mi volt ez? A Zubit Kétó a Amádzsa át. Hát persze. Most komolyan mondom, hogy Jani, hogy lehetsz ennyire? Itt volt a nyelv, a Zubicski, tudod is. Az érdekes egyébként tényleg az egészben, hogy ilyen új értelmet kap általad a hangszer, mert hogy meglát valaki egy tangóharmonikát, akkor eszembe jut a második ukrán front, hát, hogy két katyusa támadás között leültek a tűz. Szólni kártot, hogy először is nem tangóharmonika, ja, hanem csak harmonika, mert ez körülbelül úgy hangzik, mint hogy csárdás hegedűt mondanánk. Aha. Hát de most komolyan mondjuk. Most én értek hozzá, de hogy te itt mindhármunkat totál lejáratsz? Ne szólj, nem látod, hogy nem tangó. Tehát olyan nincs is akkor, hogy tangó harmonika? Honnan? Nincsen? Hát szerintem az oda vezethető vissza, hogy a régi hazai zenészek nagy előszeretettel játszottak rajta tangót. Te tudsz tangót játszani? Hogy ne tudna? Így megmaradt. Aha. Figyelj, milyen neked, összehoztak egy nagyon helyes kis meglepetést, ugye ti Tatabányán éltek, de Ukrajnából jöttetek, ha jól olvasom, és hogy találkozhattál valakivel, ugye? És ezt a műsor hozta össze neked? Igen, ennek nagyon örültem, ugyanis meghívtak a nagypapámat erre a műsorra, és akkor már régóta hallotta engem játszani, és amikor kicsi voltam, mindig eljárt a versenyekre, a nemzetközi versenyre, és elment, amikor megnyertem, és mindig hazai koncerteket csinált, amikor ünnepeken összejöttek a vendégek, és akkor mindig megkértek, hogy játsszak valamit. Ezt utáltad, vagy ezt azért szívesen csinált? Mert amikor a családban egy valaki játszik, és akkor kiállítják, és akkor játszani kell a családnak. Hát a kiskoromban, amikor voltam, kicsit izgultam, mert hogy ilyen rokonok előtt kell játszani, meg hogy, de a végén mindig ilyen, mindenki ilyen kérdezeket, meg szeretet, meg mindig ajándékot kaptam papámtól a végén. Valami. Még egy harmonikát. Persze. Újkodtam már megint. Figyelj, Misike, mi lesz a döntőben a darab, tudod már? Vagy ez ilyenkor szakmai titok, nem lehet elárulni, napi 20 órát gyakorolsz? Hát szerintem elmondhatom. Mozart C-dur szonátáját fogom játszani. Akartam javasolni. Akkor ilyen 309, egy nagyon szép darab. Ez nagyon közös. Ez az, ami C-durban van, ugye? Az igen. És mellé lesz majd egy karácsonyi dalok, az majd egy meglepetés. Tehát ilyen angol karácsonyi dalok lesznek. Mindenféle stressz nélkül állsz ki már ilyenkor, hogy döntő, tehát ugyanolyan egy elődöntő, középdöntő, vagy azért az ember ilyenkor picit izgul, és akkor... Szerintem ugyanúgy a zene szeretetét kell megmutatni az embereknek, úgyhogy ugyanaz a feladat, hogyha így nézzük, és csak azt kell mutatni, hogy nem úgy játszok, hogy na most sikerüljön, az na most az megcsináljam, hogy megtapsoljanak, hanem bizony azt kell mutatni, hogy mennyire lehet szeretni a zenét. Na, túl értelmes ez a gyerek, horrantottam el. Az a baj, hogy igen. Igaz? Anyád, és nem foglalkoztak vele eleget. Igen. Figyelj, és ennyire egyértelmű ilyenkor már ilyen fiatalom? Én 20 évesen sem tudtam, hogy mi akarok lenni, hogy te zongora bűvész. Tehát ez már nyilván a te fejbe eldőlt, tehát nem is nagyon jön szóba más. A gyerekek ugye ábrándoznak minden nap
másnak készülnek, mások akarnak lenni nálad, ez teljesen egyértelmű, gondolom, nem? Hát igen, zongoraművész szeretnék lenni mindenképpen, az az útam, és köszönöm a sok segítséget a szüleimnek és a zongoratanárnőmnek megint, mert anélkül ez nem mehetne, és ez nagyon szükséges ez, úgyhogy köszönöm nekik. De helyes vagy. De jó lenne, amit igen is meg tudnánk hallgatni, csak igen, nem tudtunk nyerges pontatot szerezni, hogy egy behangolt zongorát, versenyzongorát hozzon nekünk. Na jól van, hát nagyon jó volt benneteket látni, örülök, hogy itt voltatok. Misikém, neked nagyon nagy kalappal kívánunk, akkor legyél ügyes. Ott leszek egyébként a nézők soraiban, mert 19-én megyek, gyerekek. Jaj, meghívtak téged, beengednek a batterembe. Nem, megyek egy hátsó bejáratot. Nem, Bennit elviszem, meg akarom neki mutatni. Hát, ha tudod, hogy valamit felébred, de nem szereti a komoly zenét. Tehát így megyünk a kocsiba, hallgatjuk, és amit a klasszikra kapcsolok, akkor neki ez nagyon tetszik, mindig azt mondja, hogy maradjak ott, csak aztán én nem bírom meg kiugrom a kocsiból. Na hát ez most utána, de kell akarom, ha egy fél órát bírja, akkor egy fél órát bírja, hallgasson bele egy kicsit, hát nincs azzal baj. Meg hát hátsó is nagyon messze van a magnótól, nem tudja eltekerni igazából. Tehát ha majd a nagy koncerten ezen a bizonyos döntőn azt látod, hogy Balázs bácsi pont akkor áll föl, amikor te leülsz a zongorához, az nem neked szól. A neved magadra, a gyermek akkor már, menni akar. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, örülünk nektek, és mind a hármatoknak sok sikert, legyetek ügyesek, Vivien, neked is. Jó, köszönjük szépen, buszi nektek, sziasztok, vigyázzatok magatokra. Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Helyesek voltak, nagyon, nem? Nagyon, és hát lenyűgöző az elhivatottságok meg a tehetségük. De... Igen, de hogy ugye Vivien még túl pici, Misi meg talán kevesebbet beszélt, illetve Mihály, de hogy Misiben látszik, hogy sokszor azt gondolja az ember, hogy ők ilyen szülői nyomás hatására, tudod, ilyen nagyon, nagyon koravének, és semmit, csak a zene, de hogy Misi egy mosolygós, sár, sportol, jön be egy, persze imádja nyilván, de egy csomó mindent csinál mellette, és ez, ettől az egész ilyen nagyon, nagyon komplex, tehát nem az a típusú koravain felnőtt, tudod, aki 6 évesen kis frakban leül, és Chopint hallgat, és nem tudom, Dostojevszkit olvas, hanem közben megvan a gyermekénye. És ezért érdekes, hogy leül, ott pedig egy ilyen átváltozás van, nem? Igen, meg nekem az is nagyon tetszik benne, hogy így hangszerekkel, vagy magával a komoly zenével kapcsolatos sztereotípiákat, meg mondjuk előítéleteket, ezek a gyerekek elsöpörnek, és így, hogy így hidat vernek, gyakorlatilag több száz évvel ezelőtt élt zeneszerzők munkássága, és a mai kor között. Igen. Tehát, hogy fantasztikusak. Valaki kérdezi, hogy miért nem heged áll és zongor ül? Ez tényleg. Szellemes. Balázs, ez a srác intelligensebb, mint te. Írja valaki. Nem akarjuk támogatni, de igen. Így és még csak 12 éves. Lehet, hogy mi lesz, annyi lesz, mint én? Hát, most ránk vert. Bizony. Az intelligens, amit kéte. Jó, hát most, igen. Tök úgy Zolt, mint Vézolik a Balaton című száma. Írja valaki arra, amit Mihály játszott, ami hangharmonikás. De ez miért tangó harmonika? Nem tangó harmonika, de nem, közben hát az igen, harmonika. Mondta, hogy Mihály, ez igen. Harmonika. Igen. Úgy látszik, sokat játszottak rajta a tangót. Tehát mindegy, ez van. Most is tanultam valamit. Tehát sose késő, ugye? Én olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy azon tinédzsereknél, akik drogfüggők lesznek, azoknál azért alakul ez ki, mert fiatal korban a szülők nem ismerték föl a más típusú függőségüket. És hogy nem kaptak lehetőséget kiélni, nem kaptak teret kiélni, és azért nyúlnak a droghoz, és megmutatták egy nagyon érdekes vizsgálatban, hogy egyébként a drogfüggők hány százaléka érzett, vagy érezhetett volna más iránt addikciót. És érdekes például, hogyha elviszett komoly zenét tanulni a gyereket, és azt kiéli, abból megéli önmagát, akkor bizonyíthatóan sokkal kevesebb százalékban keresnek felnőtt korban másfajta pótcselekvést, majd másfajta addikciót. Ez nagyon érdekes dolog. És hogy milyen jó a zene, amellett nyilván, hogy a gyerek tanul, meg jobb agyféltekét képzi, meg ugye rengeteg hasznos dolgot vesz föl, amellett, hogy mondjuk tud kottát olvas, meg tud egy hangszeren játszani. Később sokkal kisebb számban alakul ki a zenekedvelő, zenére járó, zenét szerető gyerekeknél mondjuk valamiféle komolyabb addikció, mint mondjuk alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség, tehát mennyi mindentől megóvott közben a gyereket. Ez nagyon érdekes. És hogy azok, akik ezt nem ismerték fel, vagy kért hangszert, nem kapta meg, nem emelték ki, nem vették észre,
utána a tudatalattiából ez jön elő, csak akkor ő már mondjuk a kábítószerben találja meg azt a fajta függést, amit ő megélhetett volna a zenében, mert lett volna hozzá affinitása vagy tehetség. Ez nagyon érdekes cikk volt. Erről egy márai idézet jut az. Ja, nem, mert olvastam soha. Nektek ilyenekről beszél. Versenyzorgorát mindenkinek ott van. Nektek a két értelmesebb gondolatot beemelni. Annál kevesebb a drogos, ezt szerette volna mondani. Istenem, nektek bármit is mondani. Több zene, kevesebb drog. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk ma reggel. Megbeszéltük, hogy mit beszéltünk meg. Tényleg, vettetek már fát? A fenyőfa, basszus. A fenyőfa, megvettük már. Találtak egy bálnát egy mezőn, Utah államban, és megpróbáltuk kitalálni, hogy hogy a fenébe kerülhetett oda, több száz kilométerre, óceántól, tengertől, egyelőre nincs rá értelmes magyarázat. Egy mezőn találtak egy 40 tonnás bálnát, körbejártuk az esetet, és megpróbáltuk hát megfejteni, hogy racionális magyarázatokkal, hogy kerülhetett oda a bálna. Nem tudtuk megfejteni. Ott is nagyon szeretik egyébként a zenét. Nagyon népszerű példa a Utah Jazz. És volt még egy másik témánk is. Ugye, mi volt ez? Ja igen, volt egy nagyon érdekes hallgatónk, akiről utólag megállapítottuk, hogy lehet, hogy nyereményvadász volt, mert kiderült, hogy fogalma nincs a műsorról, és arról, hogy hogy hívják a műsor műsorvezetőit, és ettől érdekes lett a beszélgetés, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Megverjük a Ferit, Jani. Hát, szerintem most tényleg kinyitott a pofonládát. Gyertek, csírák. Verjük már meg. Figyelj, kapaszkodj akár ilyen gondolatom. Verjük már meg. Amikor nem hallgat, amikor nem figyel. Sebestyén Mártát, nem Deep Forest-et hallgatok, érted? Tehát nem ugyanaz. Te ismered ez a név. Kamuszám, állandóan, kamuidait jössz. Hallottad mi? Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Néha van olyan érzésem, képzeljétek el, mintha be lenne kamerázva az otthonunk. Na. Vagy legalábbis mikrofonokat, kis poloskákat valaki a szerkesztőségetekből elhelyezett nálunk. Ugyanis tegnap tudomásomra jutott egy régi ismerősöm, aki nem léphet ki az otthonából, ez egy hölgy. Házi őrizet? Házi őrizetben van, aki nem, tehát nem mehet el osztálytalálkozóra, mert ott férfiak is vannak. Ne. És ő felveti, hogy nem lehetne úgy találkozni, hogy csak a lányok. Ne. De. Emberek így élnek. És aztán mutattuk a gyermekeinknek, visszanéztük videón a virtuózokból a kis misikét. Erre mi történik hétfő reggel? Erről beszélünk, és itt a Misi. És mit csináltok ti az én lakásomban, mi? Ott vagyunk. Hogy képzelitek ott ti ott vagyunk ezt? Minden sarkon. Nincs sarkon, csak amiről mi beszélgetünk otthon. A jó téma ötleteket adtok. Be vagytok poloskázva, és írogatjuk, és minden. Hálószobában is van? Hát, Csabi, hát, ne, abból nem tanultunk semmit. Nem. Nekem fura, hogy ránk is az vár. Igen. Hát, nagy a baj. Fura az a makogó hang, ami belőled jön. De... Mak. Igen. De Laura horkolása sem túl felvillanó. Az nem a mi szobánk, jól van. Milyen volt az Ákos koncert? Nagyon érdekes volt. Szembesültem azzal, hogy nagyon-nagyon régen voltam ilyen nagy Ákos koncerten. Hál' Istennek volt szerencsém ilyen kicsiben megnézni őt ilyen eldugott titkos koncerteken. De nekem annyira szintetikusnak tűnt minden, annyira profin ki van találva, hogy az emberben, főleg ha az ember magyar, felmerül a gyanú, hogy talán nem is élő. Mert hogy ennyire tökéletesen kitalálni és a hangzást, és ennyire tökéletesen visszaadni mindazt, ami a lemezen van, eddig magyar színpadokon nem találkoztunk vele. Lehettünk külföldi koncerten, lehettünk magyar előadó koncertjén, én még ilyennel nem találkoztam. Fél Csabi, nekem se volt még dupla BS bulim soha, úgyhogy megértem az irítséget. és leginkább ez merült fel bennem, hogy a francba ezt meg tudom én is csinálni. Meg tudnám! Ha eljönnének, ugye? Hát, lezavarom ezeket a színpadról, megmutatom én most majd, mindjárt. De én ilyen hosszúnak még életemben nem láttam, ráadásul az arénát, pedig pár koncerten már voltam. Én meg ilyen szélesnek Ákost. Mert általában mindig előrébb tolták a színpadot, hogy a kis számú tömeg is nagyon-nagyon soknak tűnjön. Itt meg olyan volt, mintha a legvégében rakták volna a színpadot. Rengeteg ember volt, és ez ugye a második koncert volt, hallottam, hogy az első is elég jól sikerült. Profi. És nem csak az Ákos, hanem az egész stáb. Ami 200 ember munkája volt, cirka. Igen, hihetetlen. És mondom, tehát annyira tökéletes, hogy felmerül a gyanú. Ez tényleg így, ezt meg lehet így csinálni. Jó, mindig tényleg jó volt. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Van, itt van. Ha valahol bogozzuk ki a telefonokat. Van száma, Gyuri? Van neki csak. Fát megvettétek már, Csabi? Hát egy ilyen 8 éve, igen.
De miért? Mű? Mű, persze. Mű, fáztam. Hát, miattam ne vágjanak ki fenyőt. De nem miattad meg, ezt egyébként is kivágják azokat, azért ültetik. Tehát ez nem lesz meg kivágva. Az árus miatt vágják ki. Na és az árus nem keres vele, tehát emberek megélhetését veszélyezteti. De veszünk rá mindig új díszeket, tehát valahol azért részese vagyunk a gazdaságnak. Értem, díszsel újítottak. És mivel díszítitek? Fenyőágakkal? Hát attól függ, hogy mit kapunk. Jó, nem volt naphallgatója, mert visszahívásról tájékoztatják az ügyfelet, úgyhogy akkor naphallgatója nincsen. Csabikám, remek zenék? És ráadásul folytatódik a Klassz Karácsony játék. Ugye megint a csengetyűvel megjelölt dalt tessék nagyon-nagyon figyelni. Egy egyedi és különleges ajándékcsomaggal lepjük meg a hallgatókat, nem csak karácsonyra, hanem már a szilveszterre is gondolom. Na. Uh-huh. Ezzel az ajándékcsomaggal, majd mondom a részleteket, és mindeközben hozom a többek között a karácsonyi dalok közül, hadd emeljem ki a Muse a zenekart. Ah, minden, nagyon jó. És karácsony dal csináltam? A Starlight címmel, igen. Azt akkor meghallgatjuk. De még egyszer mondom, nem a karácsonyi dalokkal játszunk, tehát a csengettyű szóval megjelölt dal, tessék figyelni. Jó van. Jó. 555-55-00 ez a telefonszám, ha valaki szeretne Csabitól dalt kérni, tegye meg, Csabi örül neki, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.